Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Megérkeztünk máma! Hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Csá, 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 csá! Na! Mit kölgök? Máma! Hello, hello, hello! Cső Laci, szia Tibor! Hello, hello! Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Cső! Cső, cső, cső! Reméljük lesz értesítés! Mert most van fészkem. Szia Patika, szia Peti, hello, cső, szia Laci, szia Tibor, szia Sanyi, szia Kristóf, szia Zétény, szia West, szia Soma, hello, szia Orsolya, szia, a cím nem tetszik. Hát ja, gondoltam, szia Gábor, hello Botont, cső Bence, sziasztok, szia Bali, hello, hello. Sziasztok, sziasztok, cső! Hello, 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 hello! Sziasztok, majd nem sokára elmondom, jó? Hogyha megérkezik mindenki. Viszont ma 7 nyereményjátékunk is van! A subgiftelők egy 51 000 forint értékű karórát nyerhetnek, a megosztók pedig, amit kipineltem, egy gamer-egeret, meg pólót. Úgyhogy van a nem támogatóknak is nyereményjáték, jó? Hello, hello, sziasztok! Sziasztok, sziasztok, majd elmondom, hogy mié, jó? Hello, hello, sziasztok. Jól van, Smith, köszi. Cső, cső. Jó estét mindenkinek. Már találkoztam veled, Vini találkozom. Örülök neki. Sziasztok. Szia, Emmanuel. Jó estét. Hello, hello, hello. Ja, úgyhogy a címbe igaz, amit írtam. Majd elmesélem. Van új fegyver, így van. Van új fegyver a szerveren, igen. Köszi, Maci Laci. Igen, a tegnap előtti a sztori RF volt. Kegyetlen volt. Főleg a vége, hogy főrobbantunk és nem haltunk meg. Sziasztok. Szia Bálint. Szia Salex. Köszi. Basic. Ja, nincs ide. Majd mondom, hétfőn volt cégem. Köszi az RP-ket, majd még találkozunk. Pusz, pusz. Köszi, Ghost. Köszi, köszi, köszi. Vigyázz magadra. Szia Levi. Apu, megosztottad. Szuper. Annak is a sorsolása a live végén 9 óra körül, jó? Cseten ki van pinelve egy Facebook esemény, azt megosszátok, akkor benne lesztek a nyereményjátékba. Jó? De Alex Dado, MTA RP szerver hirdető csoportba osztottad meg. Simán elég a Facebookodon, jó? Hello, hello. Sziasztok. Sziasztok. Nem sokára elmesélem, hogy mi van Kolca, jó? És akkor utána megyünk. De lesz CK, de nem Kolcé, mert róla már el lett kérve a rang, de ja, ja, ja. Hello, hello. Mindegy, persze, apu, csak mondtam, hogy mindegy, de ja, a saját profilodon is, hogyha megosztod, az jó. Eddig csak te nyersz, úgyhogy, úgyhogy, ja. Majd a live végén fel kell venni embereket, így van. Igen, subgiftes nyereményjáték, a subgiftelők pedig egy 51 000 forint értékű karórát nyerhetnek. Így néz ki. Nem tudom, mennyire látszik. Ezt egy ilyen elegáns férfi ruházati cégtől kértem. Eredeti csomagolásban fogom elküldeni. Hello, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Hello. Cső, cső. Úgyhogy lesz ma fészkem. Hiányzott, nem? A nekem is hiányzott azért a fészkem. Azt is írt ki szerintem. Nem tudom már tovább kiírni. Köszi, Zoli, the best a 3 hónapot. Kösz, 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 kösz. A dilós kutya hiányozni fog. Viszont nem megy messzire, de erről is beszélek majd nektek. Fészkem, igen. Sziasztok. Hiányzott a fém, köszi Patika, kösz. Tényleg azért jobb, jobb. Jobb, 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 hogy van fészkem. Ja. Úgyhogy két nyereményjátékunk van a subgiftelőknek, illetve mindenki másnak. Miért megy a... Válaszolok ezekre a kérdésekre, kezdünk, jó? Oké? Megosztottad? Köszi, az is a live végén lesz a megosztók között a nyereményjáték. Már 4-en benne vagytok, ott látom, 4 megosztás van. Jól van a család, köszi szépen. És akkor a megosztós játék pedig gamer-egér, jó? Meg van hozzá egy ilyen telefontartó övtáska, meg póló. Meg ez a gamer-egér lesz a megosztók között kisorsolva. Subgiftelők pedig egy 51 000 forint értékű karórát nyerhetnek. Köszi, Drakán, babakocsira! Köszi! Hallod, ne is mondd! De most ne, hogy azt hiszik a nézők, hogy már gyerekünk lesz, nem lesz még. Köszi, aranyos vagy. Egy jobb babakocsi 100-150 ezer forint, ugye? Ki vagyok borúva.
Én is megosztottam. Rendben, a live végén küldik nekem, hogy kik osztották meg, jó, és akkor sorsolunk majd live végén. Már öten megosztottátok. Szuper. Nem a live-ot kell megosztani, a chaten van egy Facebook esemény link, azt a bejegyzést kell. Valami messze csak borsodi vagyok. Nem lakunk valami. Bács borsodi, apu? Jöhetnek, hogy jön a gyerek kérdések. Ja. Keszi drakkám még egyszer. Most jöttem, milyen megosztás? Szia, Krisztián, ott van a chaten, ki van pinelve, azt megosztod, akkor részt veszel a Gamer-egér nyereményjátékba. Aki pedig subgiftel, ezt az órát nyerheti meg. Ha csak egy subgiftelő lesz, akkor 1000 forinté nyert egy 51.000 forintos órát. Férfi. Szia ember, hello, új vagyok, mit lehet tudni? Szia ember, köszönöm, hogy itt vagy. G2-t RP adásokat szoktam csinálni. Heti 4-szer most már. Nézd, ha tetszik, akkor maradj itt, és jó szórakozást. Új emberek, na, szóval, új... Köszi Zoli a 400 forintos első donétedet. Új fegyverek jöttek a szerverre, meg rabolni is kéne. A megosztós nyereményjátékon Imre gamereget lehet nyerni, a subgiftelők pedig egy 51 ezer font értékű férfi karórát nyerhetnek. Hello, hello! Sziasztok! A Róka a csapatban van még. Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Jó estét! 17-en már megosztottátok. Szuper! Az teljesen ingyenes az a nyereményjáték. Úgyhogy... új fegyver? Ja, van új fegyver! Ja. Úgyhogy körülnézzünk majd egy kicsikét, hogy mi újság van, meg rabolni is kéne. Igen, látom, hogy megosszátok. Látom. A végén küldik majd nekem a megosztottak listáját, és akkor sorsolunk. Sziasztok. Hello. Köszi. Sziasztok. Igen, láttam Anonymous, hogy megérkezett a bőgre, láttam, hogy kiraktad TikTokra, örülök neki. Szoktam nézni a TikTokjaidat, köszi szépen, hogy főrakod őket. Osztva, rendben, köszi. Igen, látom, hogy megosztottátok. Ja. Hello. A karórára még senki nem jelentkezett. Az pedig a subgiftelőknek van. Szia Chris Fog, cső. Jó estét mindenkinek. Miért megy el Kolc? Nem sokára elmesélem, jó, hogy mi ez a cím, miért megy el, mi a helyzet vele. Úgyhogy, ja. Már 24-en megosztottátok. Mi van Kolc? El fogom mesélni, srácok, lányok, jó, hogy mi van Kolccal. Jó, köszi. A cég nézi közben a megosztásokat, úgyhogy nem fogtok lemaradni. Jó, igen, Botond. Igen. Egy kis rablást kell csinálni. Én is arra gondoltam, hogy ma rabolni kéne. Nem facézol. Hát akkor így sajnos Lacek lemaradsz róla, de nem baj. Szia Alexandra, hello. Mai videóm láttad? Zoli, nem láttam a videódat. Hol van? Főtütve vagy? Nem vágom. Szia Attila. Cső. Igen, én se tudom, csak annyit tudok, hogy 3 új fegyver jött be. Szép ura, hajrá mindenkinek, aki meg szeretné nyerni. Köszi, Feka. Hát eddig nincs subgiftelő, úgyhogy lehet, hogy nem is nyer senki. Ki vagyok száradva. De aki a megosztós játékra jelentkezik, ő Gamer Egeret nyerhet, jó? Már 25-en megosztottátok. Igen, subgift, Feka. Subgift. Megmutatom amúgy, még ki se vettem amúgy. Így néz ki. Hát a Trend Team elegáns fér, elég híres oldal amúgy. Lutz Leon a neve. Egy ilyen elegáns férfi karóra. És akkor egész jó kis ilyen farkasos vagy milyen oroszlános csomagolása van. Há, Levi az nem jó, az lekövethetetlen. Revolver jött be, Anonymous, majd meglátjuk. Köszi, Jani, már írlak is. Krausz János. Eddig Jani a tied az óra. Krausz János egyszer. Köszi. Köszi királyok! Ez férfi karóra, jó? Úgyhogy a hölgyeknek mondom, hogy ez férfi karóra, ha esetleg. Cső. Sziasztok! Miért nincs Kolc? Nem sokára elmesélem, jó? Hogyha megyünk fel a szerverre, hogy mi van Kolccal, miért lép ki? Köszi srácok, eddig ketten vagytok játékba, de a megosztós játékra mindenki jelentkezhet, jó? Az ki van pinelve. Ott gamer-egeret lehet nyerni. Landimension felajánlásával. János, eddig 50%-od van megnyerni. Úgyhogy egész jó.
Feka, te azt mondtad, óragyűjtő vagy. 17 órád van? Hát az egy kisebb vagyon. Nem? Köszi, Stoki. Köszi, köszi, köszi. Live végén lesz mind a kettő nyereményjátéknak a sorsolása, jó? Hello, hello, hello. Köszi, apu, a 7 hónapot. Lassan megszülesz, tényleg, apu. Szép óra, szerintem is. Köszi, Bius. Elég szép óra. Köszi, Horváth Martin. Bálint nyerte! Horváth. Mármint a subgiftet. Martin. Egyszer. Nekem képzeljétek el, mert van még egy, de... Mert... Niki, hol a másik? Van, ilyen rulettes karórám van. Azt kaptam a cégtől, mindjárt megmutatom, és ez még lehet jobban néz ki, de nekem a rulettes azért, mert... Abba van, igen. Ez nem sorsolásra való, de ezt nézzétek, ez nagyon beteg. Ez. Ilyen rulettes karóra. Ezt kértem magamnak. Megosztottad? Szuper! Szuper, szuper. Hello, hello! Rendben, Feka, majd küldjél. Ha megyek pókerezni, akkor majd ezt a rulettes karórát húzom fel. De a Baktus azt írta, csak dolgozik, hogy vissza fog térni, csak most dolgozik. Dolgozik. Szoktam látni a sztoriait, úgyhogy. Kösz, hogy megosztottátok. Megnézem, hányan vagytok ott versenyben. 29-en, line végéig lehet jelent. Ott gémeregeret lehet nyerni, meg pólót, jó? Mit lehet nyerni, aki szab... A száb giftelők nyerhetnek egy karórát. Egy ilyet. Egy ilyet. Elég vagány csomag. 51 ezer forint a weboldalon. Hogy így néz ki. Mindjárt elmondom, jó, hogy Kolc miért lépett ki, mi a helyzet vele. Ez egy szomorú hír, mert azért rengeteg boldog percet okozott nekünk amúgy. Úgyhogy én sajnálom. De egy ideje már észrevehettétek, hogy nincs. Mit kell osztani? Ki van pinelve a Facebookon, vagy a chaten a Facebook találkozóról, azt kell megosztani, és akkor a gémeregére tudtok jelentkezni. Az csak egy megosztás. Mikor kezdesz? Általában 45-kor megyünk fel ember a szerverre. Azt kell még tudni, hogy ez a mi saját szerverünk. Ja. És jelenleg 55-en vannak fent a szerverem. Miért ment el? Mindjárt elmondom, jó? Hello, hello. De várjatok, lehet, hogy leveszem a pólómat. Vagy a pulcsi pólómat, te itt félmeszem. Na, a pulcsimat. Teljesen ki vagyok borulva. Te megetted a fokhagymás spagettimet? Igen. De én azt nem tudtam Bocsánat! enni. Valamelyik nap kakaómat iszom. Bocsánat! Hát azt hittem, hogy nekem hagytad. Kell Nem. egy másik póló, Niki, mert ez átlátszik a zöld háttérben. Várjatok, chat! Öltözködök, meg az asszony elver. Hát te Megettem el a akartam enni. fokhagymás bagettjét. Megosztottad? Kösz, kösz, kösz. Fekete az jó lesz, köszönöm. Bocsánat. Egyéb pacolt. Persze. Köszi szépen, Iván István! Várjatok, meg kapok a hátvakarótól, vagy ha Tényleg. mindjárt megver az asszony. Na, itt vagyok. Családi vita. Jó, hát gondoltam, megetted felét, akkor másik az enyém. Hello, 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 Jimmy. Jó volt, ja. Köszi Vendriszki az első donételet a csatornán. Aj, chat. Hát így jártunk. Vetkőzős live. Nem akarlak titeket kínozni. András, mert nem fog semmi se változni. 44 van a megosztók között, ami ki van pinelve, gémeregeret lehet nyerni, és aki subgiftet küld, ő pedig egy 51 ezer forint értékű karórát nyerhet. Eddig négyen vannak játékban. Jó? Köszi rá fel az egy hónapot, kösz, kösz, kösz. Na, tudjátok, mire gondoltam? Még itt rabláson kívül, meg minden kívül? El kéne menni tanulni repülőt vezetni. Nem? A múltkori tök jó sikerült. Köszi Bálint a 11 hónapot. Te már nyersz 11 hónapja, látod? Te valamit jó csinálsz nagyon. Megeszik mindent és megiszik. Jó van már. Jó van már. Kosznak nem jött be a cége, igen, ezért lép le.
Zsolt, subgifttel egy 51 ezer font értékű órát lehet nyerni, egy férfi karórát, aki pedig a megosztós játékban gamer egeret meg pólót nyerhet. Hello, hello, hello. Csapattal is, igen, azt is akarok, hogy a csapattal is egy kicsit jobban összejöjjünk. Köszi, Martin. Ja, igen, és mivel Martin már kettőt osztott, azért kétszer lesz benne a neve. Na, szóval a Colts nekem írt egy üzenetet. Köszi, Word lesz ti is. Láthatjátok, hogy mostanában rendben feka. Mostanában keveset van Colts, ugye én jeleztem is nektek, hogy mostanában a tanulmányai miatt ugye kevés ideje van RP-zni, és kilépett. Viszont, hát én mondtam neki, meg megkértem, jó lenne a CK-n itt lenne, mert azért sokan szerettétek, viszont nem akart itt lenni, meg most is későn ér haza, viszont képzeljétek el, hogy rendőrnek megy. Azt mondta, hogy átmegy rendőrbe. Köszi, köszi. Úgyhogy, ja, ez a váratlan fordulat. Hogy azt, hogy RP-zünk még, mert ő rendőr lesz. Úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi fog ebből kisülni. Biztos, hogy jó RP-k lesznek vele is, meg azért erős irányító. Kíváncsi vagyok, hogy szodos vagy ORFK-s, ezt még nem tudom. Szerveren lesz rendőr, igen, ezt mondta nekem. Köszi Gergő, köszi. Lehet, hogy nekem végem van, igen. Hát most erre nincs ideje, a rendőrre van. Ne kérdezd az összefüggést. Úgy hűnik ki. Ugye ne kérdezzétek az összefüggést, nem tudom. A másik, most szarvas CK-val kezdünk, mert a szarvas is elmegy, volt valami félreértés, úgyhogy... Ja, és várjatok, hát a legjobb! Gratulálunk Ketinek és Wolfnak, megszületett a kisbabájuk! Úgyhogy jó egészséget kívánunk nekik. Ez fantasztikus, nem? Megszületett a kis Ketivel a kis Wolf. Kis cukik. Ja, úgyhogy gratulálunk, jó egészséget nekik. Ja, gratulálunk. Nem hiszem, hogy itt vannak, de örülünk neki. Úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak. Szóval a subgiftelők egy karórát nyerhetnek, 51 ezer forint értékű, a megosztók pedig, akik a Facebook bejegyzés osztják, gamer egeret. Úgyhogy, ja. Na, úgyhogy gratulálunk nekik, tök jó, vannak jó hírek is, hál' Istennek. Köszi, Jani, írlak, te is kettőt osztottál már. Aki többet oszt, többször lesz benne a neve a kerékbe. De durva, hogy emlékeztek, amikor bejelentettük? Hogy terhes. Bocsánat, áldott állapotban van? Aztán most meg már megszületett. Ez durva, hogy öregszünk. Durva. Hát így nem lesz idejük játszani. Nem lesz idejük játszani, egyértelműen. Na, szóval, mehetünk föl. Szarvas kilép, igen, ő följön CK-ra. Repül az idő, így van. Széna, nem hiszem, hogy rossz hírt hoz. Köszi, Stoki, téged is már kétszer beírtalak, jó? Köszi. Lehet, hogy egy subgift-tel valaki megnyer egy ilyen értékes órát. Hello, bocsi, de ki is az a Colts? A kutyafejű. Ja, ember, ha te most kapcsoltál be a streamekbe, akkor te sajnos nem tudod. Igen, Bulldozernek is megszületett a kisgyermeke. Neki is gratulálunk, de ezt múltkor azt hiszem mondtam. Úgyhogy nagyon durva. Tényleg. Hát múlik az idő. Mindenki családot alapít, tök jó. Köszi, Robi! Robi, megérkezett a nyereményed? A gamer cuccok? Mert Krisztináéknak megérkezett. Remélem, hogy átvetted a nyereményt. Mi a neve az órának? A trendhim.oldalon Lutz Leon óra. Lutz Leon. Trendhim.hu Lutz... De várjátok, hogy megmutatom. Remélem, jót mondtam, mert itt azt mondjátok, hogy kamuzok. Akkor itten ki leszek borúba. Lutz Leon karóra. Na most ebből találjam ki akkor, hogy melyik az. Hát, elég sok van. Köszi Tamás, írlak téged is. Elég sok, most ez csak a márka, most a pontos típusát nem tudom. Lutz Leon. Fogalmam sincs, de ott van a trendhim.hu weboldalán, jó? Megtaláljátok.
Nekünk is kéne baba. Ja. Na, szóval. Akkor megyünk haza. És akkor szarvas céke. Jó, Kolt, sajnos kilépcsett. Nem tudom, hogy itt volt-e mindenki. Átmegy rendőrbe. Mi a terv mára? Vannak új fegyverek, van új, vagy van rablá, én rabolni terveztem máma. Szarvas, valami összezőrrenés volt itt frakción belül, és akkor azért. De el fogjam remélem mondani. Köszi a megosztásokat, ott gamereget lehet nyerni. Na igen, egy problémánk van, hogy nincsen autónk. Úgyhogy szarvas ezért lép kicset. Ez így elég necces. Jó, hát de közel lakunk. Közel lakunk, hazafutunk. Igen, kell rabolni. Ha, hát nem lakunk innen messze, lefutunk. PP-s fegyvert. Nem hiszem, hogy PP-s fegyver lett az új. Ja, nem craftolni lehet azokat a fegyvereket. Azokat craftolni lehet, chat. Jössz fel, hogy játszani? Király vagy. Pillanat. Nem, széna marad, nem, marad róka is. Viszont, hogyha ugye Wolfnak nem tudom mennyi ideje lesz játszani, Kolc kilépett, ezért D szerintem esélyes az alideri pozícióra. Várjatok, róka, széna, Wolf, én. Így van, ha Wolf is kieszik, vagy bárki, akkor D jön. Nem? Úgyhogy ilyenek vannak. Nem frakció PP-zte be? Azt mondom, csak az egyiket. Miért lépett ki Kolc? Átmegy rendőrnek. Jobban megsérítünk, mint mikor főrobbant a gép. Köszi Jimmy a 45 hónapot! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Áh! Ez fájt, ez kirakta ide ezt a követ. A mindennapom, igen. Kb. Így néz ki. Hónap nem meg kell, hónap boxolni meg, de hónap után lábnap van. Na, együnk. Szóval ez a terv mára. Hol vagyunk össze? Kivel? Kivel? Kicsit később letörve a fajhasszus, mindent is törd le. Jó. Szia Twixi, ez a mi szerverünk, négyen ma Evolution. Jó lenne ez a GTRP, de ez a voice mindenhol nagyon lehoz az életről. Szia, Sabi Krisz, figyelj, akkor mi nem MTA-zol, ott írni kell. Egy héten négyszer járok szercsuka edzeni. Nem látszik, de... de jó. Majdnem meghaltam. Áááá! Megfejeltem ezt! Áááá! Majdnem meghaltam. De! Édes Istenem amúgy. Jézuska. Áááá! Jaj. Hova kell osztani a gamer-egér nyereményét? Zsolt, ott ki van pinálva a Facebook komment, vagy a esemény, azt csak a Facebookodon megosztod. A subgift elők pedig egy 51.000 font értékű karórát nyerhetnek. Ja, van Jézuska! Emót, tényleg! Tagok! Van Jézuska emót! A francesen bele. Jó, hogy nem haltam meg. István, köszi! Írlak! Írlak. Á, ez fájt, a francesen bele. Mindjárt meghalok. Ugye, így a kenergétal, tényleg. Igazad van. Ma megint jó a szó. Ez milyen emót? Az az egészségedre emót, Dániel, csak... Köszi, Robi, nem válaszoltál, hogy megérkezett a gamer cuccod? Na, mindjárt jobban vagyunk. Mindjárt jobban is lettünk. Rendben, Norbi. Szia, Mapecó. Széna így összejön Ádikával, hogy elmegy szarvas.
De megérkezett, de válaszolt, megérkezett, azt írt az előbb. Robi, igen, köszönöm szépen. Ja, jó, szuper, Robi, köszi. Köszi, megérkezett a nyereményed, nagyon örülök neki, hogy épségbe. Nem mindig bízok a postába, de megérkezik általában. Egy csomagom tűnt el egyszer. Ja, Ed, a mágusnak nem érkezett meg a billentyűzete, és akkor választott egy másikat. Ja, mágussal jártunk úgy. Cső, szia Norbi, sziasztok, sziasztok. Nincs új PP-s fegyó. Vannak új fegyverek a szerveren, de nem... Nem PP-s. Igen, Ferenc. Kicentisztem. Pont a mágusnak, ja, azt hiszem még ő volt az, de akkor még nem RP-zett. Szia Zoli, hello. Úgyhogy így jártunk, igen. Általában a szarvas CK itt lesz. Meglátjuk. Meglátjuk, meglátjuk. Jaj! Mama. Itt vannak a többiek. Itt van szarvas is. Hello! Sziasztok! Hello! Mindjárt jövök, csak megfejeltem a sziklát, majdnem meghaltom. Vérzik a fejem. Köszi Márka 11 hónapot! Van most felvétel, igen. Van most felvétel a frakcióba, igen. Na, kell nekem, mi kell nekem? Köszi, igen, online tanfolyamot is lehet kuponkoddal vásárolni, köszi Tamás. Mi kell nekünk? Ja, van piánk, kajánk, piánk. Mi van három rádiónk? Mi van ennyi rádiónk? Szóval aki tudja? Valaki mondja meg, milyen az élet? Veszek ki fegyvert, de miért aggolok? Frakcióban egy jó RP-vel lehet felvételt nyerni. Mindig a Jézus tudom mondani, hogy ahogy ő le-RP-zte a csatlakozást, hogy Asuszt, ő a legjobb. Most mi van? Ez laggol nekem. Megjavult, jó van. Tár is. Hú, ez kimond? TikTokon van ez a tár is. Valahol, mint hallottam már róla. Jó, kell nekem golyóálló mellény. Kettő. Még egyszer mondom, hogy Ketinek és Wolfnak megszületett a kisgyermekük. Úgyhogy gratulálunk nekik. Jééééé! Nintendo-ba játszani lehet. Ezt nézzétek, milyen 27 000 lőszer. Ja, a Niki már fővilágosított, hogy Biggie mondta. Ja, a Niki is szokta nézni, azért tudja. Na, szóval, egy 150 lőszer elég. Betöltjük. Subgiftelők karórát nyerhetnek, chat. Most mi van? Elvittelek volna a tárisba. Készült volna rólunk pár insta. Mit akarok? Eltenni a fegyvert. Jó, na, én rablást terveztem, de először akkor jöjjön a CK. Meg öltözzünk át, szerintem is. Igen, Kolce átmegy rendőrbe. Igen. Mostában nem volt sokat, átmegy rendőrbe. Azt mondta, úgyhogy jó RP-k lesznek szerintem vele. De majd kiderül. Kéne új ruhát is csinálnunk, nem? Ó, hát ez sikerült a legjobban szerintem. Meg kell szupresszor is. Köszi Gergő Kecskevét, te 19 hónap kiemelkedő tagságodat. Nagyon kedves vagy, köszönöm. Hú, most érted, nem tudom a rész. De egyszer mondták. Az a baj, hogy jön a memória, mint a Szevasz Róka. Mi újság? Nem sok minden van, a bejövök, már megnézem. Na, állja, öltözködök, meg kicsit be kellett kötnöm itt a fejemet, mert bajom van. Agyalágyult lettem. Agyalágyult lettél? Persze. Ja, van fejbe probléma. Ja, igen. Értem. Jó vagy, minden rendben? Ah, jól vagyok most már, igen. Most már kipihentem meg a fejbe, és most már minden szép, minden jó. Örülök neki, rendben van. Jó, baj van, hogy kint állnak a többiek? Hát igen, hát egy kis búcsúszkodás lesz ma. Na, miért? Hát a szarvas az elhagyja köreinket. Mi hagyja a szarvas?
Ó, hát elég összetett, hát inkább fejbeli dolog. Értem, ha. Jó. Hallgassuk meg, meg akkor. Ja. Meg? Meg valamit hallottam, applikációmban a hétfőn is volt valami dolog. Ja, valamit összevesztek. Nem értem a dolgokat. Ugyebár én aludtam, aztán nem tudom, hogy mi van. Gratulálunk, Dorc, nektek is. Nem tudom. Jó, hát akkor ezt ő elmondja. Persze. Jó, menjünk. Ja. De jó, fősorakoztak. Hello! Hello! Csá, na most már nem fáj a fejem. Na mi újság, itt rém híreket hallok. Meséljetek már. Köszi, Geri! Köszönjük. Hát, szarvas, te mit, hova mész? Hova akarsz menni? Elmegyek. De ne szórakozzál már, hova mész? Nem akarom, hogy elmenjél. De, muszáj. De miért muszáj? Fejben lévő dolgok, gondok, és nem akarom a családra vinni az egészet. Most nem tudunk segíteni sehogy se? Nem, ebben nem. Hát sajnálom, bízunk benne, hogy meg fog oldódni ez az egész dolog. Mert igazából az egyik legjobb tagunk voltál. Én úgy gondolom, hogy mindig azt csináltad, amit mondtunk neked. Mindig lehetett rád számítani. Úgyhogy én nagyon szomorú vagyok. Főleg, amikor az előbb mondta nekem Róka. Meg mi lesz így a feleséged, de normális vagy? Itt hagyod? Itt. Majd vigyázz magára. Nem tudom, Feko. Hát ez roppant egy szomorú hír, de azt tudod, hogy nem tudunk élve elengedni. Azt tudom. És azt az egyet kérem, hogy Kamilla lőjön fejbe. Sajnálom, nem? Jó, viszont... örülök, hogy megjelentél, köszönöm szépen. Minden egyes tag ide fog állni, és akkor a saját kis gondolatát meg fogja osztani veled. Tudom, hogy pár embert annyira még nem ismersz, de szerintem barátokra tettél itt szert a csapatba, és érdemelsz annyit, hogy mindenki egyesével ide álljon eléd. Jó, akkor először a tagok, jó? Kezdheted onnan. Egyik legjobb tag volt, szerintem is. Hé! Hey, gyere már! Berike? Szerintem Merite. Jó, akkor a következő. Kár, igen, sajnálom. Nagyon. Na hát... igazság szerint igaz, hogy nem sokat... ezt a csodit, te pirom. ...tudtunk beszélni. Viszont köszönöm, hogy... hogy a csapat tagja voltál, és köszönöm azokat az akciókat, amin veled együtt részt tudtam venni. Hát... nagyon sajnálom ezt, hogy ennek kell történnie. Jó, Milán. Én köszönöm. Köszi, Johnny. Következő. Hello, a subgiftelők karórát nyerhetnek. Hát, hello. Igazából hát te voltál az egyik, aki legtöbbet segített nekem, mikor ugye a csapatba jöttem, hát nem régóta vagyok itt. Biztos mindennek megvan az oka, miért nem kell menned, viszont én köszönök neked mindent. Én köszönöm, hogy csapatodba tartozhattam és csapattársad lehettem. Aztán minden további jót neked. Neked is. Vigyázz Kamillára. Következő. Szia, Szarva, és köszönöm ezt az elmúlt 1-2 hónapot. Amikor mindig is meg tudtál nevettetni, meg is nevettettél, és mindig jól tudtunk szórakozni veled együtt. Igazából ezt tiszteltem benned, hogy mivel nagyobb rangban vagy, úgyis még azt mondtad, hogy egy csapatban valók vagyunk, és mindenki ugyan úgy néz a másikra, ezt nagyon tiszteltem benned. Sajnálom, hogy így ez lett a döntése, de ezzel nem tudunk mit csinálni, szóval remélem még találkozunk. Szép beszéd. Egyszer, igen. Köszönök minden. Szép beszéd. Szia, Szarvas. Én is egy pár akcióm veled voltam. Tök jól csináltuk együtt a dolgokat, meg te is tök kedves voltál velem. Én is veled úgy érzem, és sajnálom, hogy elmész, és remélem, hogy találkozunk még. Én is bízok benne, köszönöm. Jó ember volt, nem? Hát csomó. A férj, Szarvas, remélem a dolgaid megoldódnak majd, jobbra fordul minden, aztán még valahol találkozunk egyszer.
Örültem mindennek. Ja, Fekal, nem vagy túl. Én is örülök, és figyelj, de... Bocsa, valamelyik napért. Jöjjük valamin össze. Tudod, fejbe lévő dolgok összezavarnak mindent. Úgyhogy elnézést kérek tőled. Megvan beszélve. És ezt tett tisztelem benned, hogy a csapatot össze akarod tartani. De... Örülök, hogy itt vagy még ebbe a csapatba. Köszönöm hát, szépen. Én köszönöm. Mindig olyan szomorú, nem? Hát én nem voltam itt sokat a csapatban, de... Meg nem is ismerlek úgy nagyon, de azért köszönöm szépen az eddigieket. Én köszönöm. Kolca miért lépett ki? Szia Zoltán, sziasztok! A Kolc átmegy rendőrséghez. Ha nincs itt Benike, akkor gyere Róka, te. Oké. Ja, jó, meg Feka, megkérdezem. Hát, kedves szarvas. Hát a... Te is jól tudod, hogy mi kapcsolatunk honnan indult. És hogy mennyire nem bíztam benned. Amikor a Keti meg a Farkas azt mondta, hogy szavaz neked bizalmat, akkor én egyáltalán nem szavaztam volna neked bizalmat, ha rajta múlik, de az lett volna életem legrosszabb döntése. Ahogy teltek az idők, bebizonyítottad azt, amit mondtál ott nekünk az applikációs megbeszélésen, tényleg bebizonyítottad, és nem csak a levegőbe beszéltél, és tényleg az egyik legjobb ember lettél, és a csapatban, és az én szememben is hatalmasat nőttél. Nem, Máté. Hát köszönöm végül, hogy minket választottál, és hogy úgy alakult a dolog, ahogy alakult, és sajnálom, hogy elmész, és bízok benne, hogy még egyszer találkozunk, akár fejbe, akár itt a városba, és minden jót kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, Róka. Én is örülök, hogy egyik legjobb barátom lettél városba, és az egyik olyan ember, akiben jobban megbíztam, és most is megbízok. Ádika, és szélre összeillenek. Én fejbe még beszélünk, és ha valami gond van, majd jelentkezek. Jó, oké, azt tudod, azt mondtam is, hogy bármikor. Kell embereket felvenni, igen. Jó, Széna, te jössz. Jó estét. Szarvas. A számgiftelők ezt nyerhetik. Anyjában mi már megbeszéltek itt a dolgokat. Nagyon szar, hogy itt hat. Reméljük, hogy még valamikor találkozunk. Én nem tudok rá, mit mondani. Szegény Széna. Én is örülök. Keresd meg a testvéremet, amit megbeszéltünk. Jó. Szóval játszani fog, csak a frakcióban nem lesz benne, jó értettem? Rendben. Tetszett egy állat, hogy... Jó, én jövök szarvas, figyelj. Van pár kérdésem. Köszi, bugyis. Mi lesz a Mátrai szeretett szolgálattal? Azt a pici Leo viszi tovább. És a pénzt akkor ő viszi az egészet, a terészedet? Nem lehetne az, hogy azért az ő rész, vagy a terészedet átruházod rám? Azt már, azt nem. Azt a Kamillára ruháztam. Ja. Ő érdemli. Igazad van, tényleg a feleség vigyen mindent, igazad van. Jó, másik kérdésem. Nem akarsz a barátoktól elköszönni? Ne hívjuk ide őket? Elköszöntem tőlük, akiktől Feka kellett. Akkor Feka, bocsi, te kimaradtál! Zoli, felírlak. Szerintem a család az első, családtól köszönök előbb, úgyhogy így. Feka, ne vagy szavazva! Jó, rendben van. Ahogy említettem az előbb is neked, hogy egy nagyon oszlopos tagja voltál itt a csapatnak, és tényleg bármilyen utasítást adtam, intézted, nyomtad mindig, sose volt veled probléma, és én végtelenül szomorú vagyok, hogy itt hagysz minket. Szerintem mindenki azt tudja mondani, hogy hiányozni fogsz mindenkinek. Nagyon sajnálom, hogy így döntötted, de az a legfontosabb, hogy rendbe tedd magad, és hogy megoldódjon minden problémád, és akkor újult elővel tudjál élni a túlvilágon. Lovefeka, mi szeretünk. Rendben, köszönöm. Jó, figyeljetek, akkor a következő... Mondjad, Róka. Zoli, írlak kétszer. Jó, szeretném a tagoknak mondani, mindenkinek, hogy amint megtörténik a lövés, egy perc néma csend, és utána közösen elviszük a temetőbe a holttestét. Jó? Érthető volt? Igen. Vedd le a sapkádat. Kár. Mindenki vegye le a maszkját, jó? Tisztelegjünk. Köszi, Máté. Hát, de tudom, hogy kell. Szépen, én még nem is láttalak így.
te megöregetté! Megöregetté! Nagyon jó. Na, bocsi. Ezek után. Szegény! Tászos! Úgyis is kilép. Gondolj az elbetű. Megy. Szegény! Akkor... Jaj. Elmaszk. Nem jó, próbáltam már. Az elre gondoljatok, és úgy. Én tudom, hogy mire kell gondolni, ja. Nem azzal mondom. Nem. És a perm... Az se, nem jó, semmi. Jó, akkor maradjon. Azt megértem. Jó, utolsó kívánságokat is kérünk szépen, szarvas. Vigyázzatok Kamillára. És tiszteljétek. Igen. Köszi Levente, írlak. Biztos, hogy benne, Kamilla? Biztos, hogy megtesszük mi, ha neked nehéz. Ezért mondom, hogy megértjük. Írlak. Nekünk is nehéz, de ha Levente úgy gondolod, akkor... Nehéz, de ez a kérdés, nem tudom sem. Rendben, akkor tisztelegje mindenki. Meg gondolod, elsalítják. Hát, köszönjük! Love, love, szarvas! Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük, hogy itt volt. Egy perc téma csend. Sajnálom. Egy jó játékos volt szerintem. Milyen WC-emót? Mondom, love szarvas, erre benyom a Bálint egy WC-emótot. Lesz tag felvétel, igen. Jó, pihenjen mindenki. Hol van széna? Nem tudom, lehet, hogy rosszul lett. Rosszul lett? Lehet, hogy ennyire rosszul lett, hogy... Jó, rendben, akkor pihenésre van szüksége. Meg lehet érteni, hát azért csak a férje volt a szarvas. Viszont akkor fogjuk meg, és akkor szállítsuk le a vagy a sírokhoz, jó? Várjuk meg esetleg? Kit? A szénet. De, várunk egy kicsit. Jön mindjárt széna, jó, rendben. De figyeljetek, a barátok nem fognak megsértődni, hogy nem lett szóval szerintem nekik? Nem. Azt mondta szarvas, hogy tőlük is elbúcsúzott. Ja, tényleg, hogy akitől kellett, elbúcsúzott. Így van, akitől kellett, attól elbúcsúzott, pontosan. Jó, rendben van. Figyeljetek, utána van még mindig pár olyan tag, akit nem tudtam megjegyezni, úgyhogy egy kicsit jobban meg szeretnék ismerni pár tagot. És utána van dolgunk róka, vagy nincs? Jó, majd megkérdezzük a barátokat, hogy mi a tervük, meg rég raboltam már bankot, és jó, ki kéne pakolni amúgy az egyik bankot. Azt mondjuk, figyelj már, Kobra. Mi az, Mizu? Nem felejtettél valahogy? Veled kapcsolatban? Ja, de Giliszta! Hát el is felejtettem. Ja? Ha nem? Hát tudod. Most 68-an vannak. Hát a pandem. A pandem... Mi van a pandemmel? Hát azt eladtam a rókának. Igen. És igen? És beegyeztünk meg, mikor neked adtam a pandemet? Hát, hogy nem fogom soha eladni, de neked akartam visszaadni. De mondtam, hogy nekem nem kell. Igen, hát akkor így eladtam másnak, mert csóró voltam. Hát de figyelj már, tehát most ha... Ne, én amit megvettem tőled ládát, én is megértem, hogy nem adom el belőle az izét. Az rómát. Csert, mi legyen? És nem is adtam el azóta se. Jó, gyere arrébb. Addig várjátok szénát, jó? Okay. A subgiftelők nyerhetnek egy 51.000 forint értékű karórát, köszi! Live-igen sosas, illetve a ki van pinelve a komment szekcióba egy Facebook link, ha azt megosztjátok, ti pedig gamer egeret nyerhettek. Tölt fejbe, persze! Figyelj, de én megértem maximálisan, és én azt szeretném, hogyha szavatartó embernek hinnél, akkor mit szólnál hozzá, ha én ezt visszavásárolnám a rókától? Vagy milyen megoldásra gondoltál? Nem kell visszavásárolnod. Csak... Ládát fog kérni? Tudod, hogy... Azt én azért hozattam be neked, hogy legyen. Meg annyira akartad azt. Igen, ő ezért pépészte be és amúgy. És hát azért nem esik jól, hogy tudod, hogy megígérted, és hát... mégis alattad.
Ebbe igazad van, most tök rossz érzem magam. De igaza van, tényleg! Na várjátok, adjunk neki egy ilyet. Tessék, ezzel szeretnének kárpótolni. Na mit adtál, nem figyeltem. Az, hát azért ez... Jó. Nem kellett volna ennyire. Nem baj, rosszul érzem magam, de bízom benne, hogy akkor nem, nem fogom többet hallani. Ezt tedd el, jó? Igényeljed, ami jár. Ez az én ajándékom neked. Hát nem csak... gondoltam úgy, hogy nem erre gondoltam, mikor nem mondtam. Baj, nem baj. Figyelj, most kicsit jobban átgondoltam a dolgokat. Igazából le voltam csórósodva, nem gondoltam erre. De ilyenkor is kell az embernek tartani a szavát, úgyhogy teljesen igazad van. Akkor bízom benne, hogy tudlak kárpótolni. Remélem Ferrari Rómát nem hoz a konténer, már. Nem, de ők lesz kettő. Na, nézd meg akkor, mit hoz a konténer. Csett, csak ne, Ferrari Róma már csak nincs benne, nem? Na, akkor megyünk, elvisszük a... Ja, de a holttestét hogy vigyük? Nem Róma, azon pont túl pörgött. Jó, oké. Milyen M8. Micsoda? Valami M8. Na, hát az egy jó autó, hát az a bömös. Ja. De megijedtem, mert éppen hogy csak átment a Rómára. Jó, na, igényeljed akkor nyugodtan, jó? Köszönöm, de tényleg nem erre gondoltam. Jó, nem baj, én így szeretnének kárpótolni. Ez egy jó, nem csak megúsztuk? De tényleg az ajándékot, emlékszem én egyszer úgy megsértődtem az osztálytársamra, hogy adtam neki egy tábla csokit és tovább ajándékozta. Hogy a való életben ez... De szóljon kell valami kocsintés. Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszönöm. Én köszönöm. Na, menjünk. Hát mindjárt. Jó. Érted. Jó, emlékszem, hogy megsértődtem a suliba rá. Figyeljetek majd, na, pont most jött meg, jó. Akkor kivállalja azt, hogy főveszi a szarvast és elhozza. Én majd én felveszem. Jó, rendben, akkor ott találkozunk, jó? Tudjátok, a templom és a sírhely, ami kivonásva. Templom? Nem a kinti, ja. A benti. Milyen benti? Milyen benti? Trúka, ne idegesd, mit csinál, már benti templom. Ja, de tudom, hogy hol. Na! Magas a pozícióra? Még nem, amíg nem tudjuk mi van Wolfékkal. De D lesz a következő alliter valószínűleg, hogyha üresedik a hely. Mert Wolf most érthető okokból azért a kisgyermekével fog foglalkozni munka után, nem a játékkal. Úgyhogy ez teljesen egyértelmű. Na, mi kell nekünk? Taligáter! Az mi? Végre így van kiírva. Ó, ez az autó, ez nagyon jó. Ott volt egy rendőr, ne idegesítsé! Hol? Hol volt Zsaru? Nem á? Na menjünk. Mi ez a B betű? Bánya. Az új blippeket... Ja, van három új fegyver a szerveren chat. Úgyhogy az fontos. Na menjünk. Megint nem fogom megtalálni a templomot. Ez lehet az. Jó, mehetünk, majd jönnek a többiek. Jó ez a tundra amúgy. Maszkot visszahúzzuk majd. Nem vagyok fönt rádión. Ez probléma lehet. Főhúzom majd csak a maszkot, csak kocsiba nem tudom. Ja, meg kell kérdezni, hogy hol vannak a többi emberek, Kálmánék, meg ilyenek. Jéé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 é az fölkenyődött oda! Kolc átmegy, mondom. Mizuádi. Jó. Hallod, Ádi, össze akarnak hozni a nézők a szénával téged. Hagyjál már! De kis szuki. Ájjájjáj. De kocsiba is főveszi Oliver. Kenyődött. De még nem hallottam meg ilyen szodáit. Vagy kenődött. Na hát itt egy templom, de akkor én rosszul csináltam. Köszi Gergő, írlak. Leparkolok, felírlak. 51 ezer forint értékű karórát nyerhettek. A szabgiftelők. Kecskeméti Gergő. Ja.
Köszi! Felírtalak. Persze, jelenleg nem tudjuk előléptetni, vágom. És megint nem találom chat. Jönnek utánam, de nem tudom, hogy hol van. Ez lesz az, meg vagyok. Köszi Győző, köszi Tamás, írlak titeket. Tamás már kétszer. És Rodács Győző. Van a megosztós játékunk is, ott gamereget lehet nyerni, jó? Ott bárki nyerhet. Jó. Vigyük akkor. Hát sajnálom Szarvas nagyon, de szerintem ti is. Azért jó játékos volt. Kolc pedig átmegy a rendőrökhöz. URFK, az üldözött gép... Valakit üldöznek? Maszk. Szerintem az úgy, ez egy nagyon jó maszk. Utána meg akkor, most mit csinál, menjünk rabolni, vagy ismerkedjünk? Menjünk rabolni, szövetségesek, vagy ismerkedjünk meg az emberekkel? Na, itt van. Vegyünk másik maszkot. Hello! Szia, szia Black, cső. Most mit csinálnak ott amúgy? Rendőrök aktívak. A bolt rablá, egy lockpick kell hozzá, úgyhogy rabolni kellene. Most nem tudom, mit csinálnak ott a többiek. Hello! Meg maszkot váltsunk? Jó, váltunk. Új ruha nem kell, mert... Jaj. Hello, Mizu, bevitték a ravatalozóba? Igen, igen, bevitték. Bevitték, ja, akkor a temetés majd később lesz. Hát, vagy nézzük úgy, hogy ott van a... Ott van az a lényeg a gödörben. Nem van már a gödörben. Ja, bevitték nem a gödörben. Jó, akkor köszönjük el tőle. Igen, berakunk a gödörben. Jó. Jó, gondolom újra élet aztán. Jó, egy kicsit így megtiszteljük egy kicsit, aztán megyünk a dolgunkra. Fel, utána hagyott a zsebembe egy levelet, ami mondta, hogy csak a főnökségnek... Rendben, akkor azt megejtjük, jó? Csak tisztelegjünk akkor, és akkor utána hazamegyünk, és megbeszéljük, hogy mi legyen. Már van kamera a templomnál. Jó, hát sajnálom, Szarvas, tényleg. Hallod-e? Hú, Jocó, hallod, nem értek nagyon hozzá. Nem tudom, a szövetségesek mit csinálhatnak. Nyugodjon békében. Az örök világosság fényeskedjék neki. Köszi Anna, felírlak. Anna, ez egy nő, vagy férfi karúra. Az fontos tudni. Jó, oké. Köszönöm szépen, megtiszteltük Szarvasnak a halálát. Menjünk haza, beszélek a főnökséggel, és akkor utána munkához látunk. Okay. Illetve aki akar velem beszélni, négy szem közt otthon megteheti. Ott valaki dugorogtatta. Mi van meg? Mondott a D. Mi futok? Mi futottam ilyen gyorsan? Ja, jó Anna. Jó, szuper. Na, menjünk haza. Ja, HQ-t is kéne... Tényleg, a HQ-t is lehetne nézni, egy újat. Nem, most már ideje a HQ váltásnak is. Most mi van? Fegyverbolt, jó, beugrunk a fegyverboltba, nagyon jó. Nagyon jók vagytok már megint.
A D-ház az nem, az maradjon meg D-nek. Többiek hazamennek, addig elugrunk a boltba. Szarvas C-kát kapott. Én tudok vezetni most már. Ezt, ahogy levágtam ott. Nagyon jó vagyok. Köszi Bendegúz a 17 hónapot. Nagyon ügyes, hogy nekem nagyon tetszik a videók, amikor olvastam a régi képeket. Köszönöm Bendegúz, köszi. Kedves vagy. Rádióra fölmegyünk majd, csak először intézzük el ezeket. Vasárnap lesz két okossal live. Úgy volt, hogy meghívnak, csak szombaton play-ten leszek, ezért nem tudok ott lenni. Ezért szerintem vasárnap se tudok ott lenni. Jó napot! Jó napot kívánok, tehát ugye nem így akar megállni. Nem, szerettem volna figyelmeztetni, hogy nem jól parkolt a rendőr úr. Csak hogy nehogy magának is problémája legyen belőle. Nem. Szia, Ádám, köszi! Te ugye bedobtam ide a kis pénzt, mi a gond ebben? Ja nem, nézze meg! Nézze meg! Épp hogy belefér, de nem néz ki jól, jó lenne a középre állna. Jaj, uram, tehát figyeljön már, tehát ez olyan, amikor próbálják oktatni a izét a adagolót, miközben szakszerűen, tehát az a lényeg, elárulom magának, hogy a csíkon belül kell állni. Hát de érted, de most milyen béna, nem? Ugye? Most megmutatom, figyeljen! Hát nem tudok én se parkolni. Na ezt nézze meg! Nézze, ez néz ki jól! Hát a magáé milyen fosztolja, befér még ide egy autó! Mad amikor vizsgázott Kresszben, uram? Pont most kell megújítanom a jogosítványomat, 10 éve. Tényleg csak 10 éve van jogosítványom. Azért kérdezem, mert ugye ebbe 5 újra próbálkozás volt a szerintemzomos beparkolásnál, tehát akkor már rég megbukott volna, ez tovább lehetett volna. Én nekem elsőre sikerült így beállnom. Jó, rendben, persze, szabályosan, hát nem azt akartam mondani, csak azt, hogy elég bénálnád be. Nagyon egyszerű a dolog, ne haragudjon, sietnem kell, mert a fodrászom vár. Rendben, minden jót. Ráfér magára! Hajas baba! Na, megyek mindjárt. De hát hogy lehet úgy beállni? Vegyünk szupresszort. Jó. Oké, okay, kell streamer mód. Másik maszk. Jó, azt is elintézzük majd útközben. De miért futok én gyorsan? Ez mi? Ja, sörös üveg. Hirtelen nem tudtam, hogy mi van. Jó, egy szupresszor, ugye? Vegyünk egy skint is? Ha már van pénzünk, melyik is a legjobb skin? Ez. Legyen egy skin is. Hagyd legyen. Most én parkoltam rosszul. De Attila, a mi esetünkben nem baj. Érted? Kutyuli átmegy a rendőrökhez, azt mondta. Ez a fegyver nem jó. Ehhez nem jó. Mi a baj ez a maszka? Nem tudom a chatnek mi a baj ez a maszka. Tehát jó van, váltunk. Váltunk, nem probléma. Tároz van, mert 12... Várjatok most. Figyeljetek, hát 12 golyó van benne. 16 lehet? Mindjárt megyek rádióra, mondtam otthon várjanak meg. Most kiderül mindjárt, hogy mennyi fér bele. De igazatok volt már megint, 16 lehet. Jó, nagyon jók vagytok. Megyünk. Ja, meg kérdezzük meg akkor a többi tagot. Az előbb valaki kiírta amúgy, hogy munkát keres. Úgyhogy kell felvenni ember. De amúgy aktívak ezek a tagok, úgyhogy jók vagyunk. Egy szomorú hír van, ezt a Tundrát nem lehet tuningolni. Pedig ez egy nagyon jó autó szerintem. Jó vezetek.
Most már elég jó vagyok. Subgiftelők nyerhetnek, így van, meg a cseten ki van pinelve egy komment, ők is nyerhetnek, ha megosszátok. Nagyon belejöttem. Nem tudok hibázni most már. Ezte! Mindjárt plázázunk meg ilyenek, csak rabolni akarok. Rabóni. Jézuska! Nézd már meg jobban! Gyere! Segítek! Nézd! T-U-N-R-A! Sandra! Érted? Jó van, Jézuska! Jaj, mi történt? Semmi. Ez a nő kiborít teljesen. Na, menjünk. Igen. Miért? Hát most lelki fájdalma van, ne bántsak. Ja, igaz, igaz. Azért van még egy panda. Bocsát. Na gyere Széna, akkor mondd a főnökségnek, amit kell. Valaki akar velem négy szem... Ti mit verekedtek? Én semmit. Csak kaptam nem egyet. Megcsúszott a kezem. Jó. Figyeljetek. Nem tudom, hogy mit csinálnak a barátok, de rabolnunk kellene egyet, jó? Mi kell a rabláshoz? USB. Jó, Apple van. Pick. Van. Hát ragasson. Hát ha nincs, akkor dolg intézni. Jó, figyeld, menjen mehetünk. Most jó. Nem, nincs létszámkorlát, csak autó. Négy autó látott, jó. És annyi ember, amennyi lát. Jó, nagyon csak jó. Akkor én arra gondoltam, hogy most megbeszéljük a főnökséggel ezt, amit kell, és akkor utána elmegyünk túszozni, és akkor megbeszéljük, hogy melyik. Jó? Megbeszéljük, hogy melyik. Annyi, hogy négy autóval megyünk. Ja. Jó, király. Törni tudok, hogyha úgy jó. Van, viszont ezt a két lockpicket tudtad, nem tudom. Én tudom, az összes. Jó, D akkor majd a cuccokat beszerzi, de akkor beszéljétek addig meg, mire kijövünk, hogy melyik bank lenne a legoptimálisabb, és hogy milyen a... Jó, meg hogy milyen autókkal menjünk. Jaj, na mindjárt jövünk. Na most figyeld már az autó. Ó, hát ez egy jó autó, D! Hát milyen jó néz ez már ki? Jó néz ki. Öcsi, most beteg. Hallod? Hát ez nagyon király! Cset, hát szerintem ez egy hibátlan autó. Jó, na a főnökség akkor jöjjön. Várjátok, cset. Nem megyünk hátrébb. De, mehetünk. Kicsit csúszik, de jó. Örülök. Szia Mangó, átmegy rendőrségbe a kolc. Ezt a hírt kaptam tőle. Na, van egy levél állítólag, amit a szarvas mondott, hogy olvassál föl nekünk, akkor... Figyelek. Na, szarvas üzenete, nézzük. Az áll benne, hogy nagyon figyeljük, mert van egy tégla köztünk. Köszi István, írlak. És olyan tégla, aki nagyon a pizalhóban van férközben. Ezt a de jó! Azt mondta, hogy esetleg akkor nyithatom ki, amikor ugye felolvasom nektek. Én még én se láttam, csak most. De köztünk, vagy a szövetségesek között? Mi köztünk? Itt, mi családunkban. És de miért ne? Ha meg, úgyis meghalt ez az ember, akkor mi nem mondta el, hogy ki az? István, köszi. Nem értem, hogy miért szórakozik. Írtalak. Pontot... Nem BNB. Ő nem szeret mások. Se bajba kevertek. Hát, basszus. Ez de így is szó... Na mindegy, nem mondok semmit. Ne, csak nem D az. Akiben nagyon megbízunk. Megbízalmunkba került. Hát D-n kívül nagyon... Nincs más, nem? Az a baj, nekem is ez volt az első gondolatom, de ezt nem hát is akarom más. Hallani. Akkor én tökén szúrom magam, ha D lenne az. Én nem tudnám róla elképzelni.
Hát akkor én biztos, hogy szabadságot veszek ki. Éves szabadságom, mert kiveszem most egyből. Azt mondtad, nagyon-nagyon ide befér, ez között közénk. Johnny? Lehet Johnny is. És nagyon vigyázz. Hát ez... De az annyit sem mondott, hogy régi vagy új tag? Az újak még nem nagyon férkőztek a köreinkbe. Hát igen. Ez így logikus, ez csak ő lehet. Vagy... Lehetünk meg... Most csak a régi tagokra gondolok. Én is megelsőnök, igen. Igen. Értelem még... A Johnny... A Johnny emlékeztek? Hirtelen lehet, hogy Zsaru. Ő meg annyira bizalmunk van. Figyeljetek, lehet, hogy mondtam már ezt a történetet, de amikor azt hiszem Kolccal vettük fel ezt a Johnny nevezetű embert, tudjátok, hogy állt meg? Annyit mondod, hogy épp szolgálat, vagy hogy épp járőrözök, valami ilyesmit mondott. És már akkor gyanakodtunk rá, hogy Zsaru. Johnny. Aha, és akkor ja, utána mondta, hogy ja, bocsi, félre mondtam. Őszinte legyek. Igen. Ő meg kicsoda. Nagyon nem is volt, szóval most láttam, hát, még én is megkérdeztem, hogy nekem ez a név. Én ezért mondom, hogy egy kicsit jobban meg kell ismernünk a tagjainkat, mert itt most nagyon sok minden el voltunk foglalva, és nem nagyon ismerik a tagjainkat, főleg nem az újakat. Mi van a Kálmánékkal például? Nem is tudom, mikor láttam őket utoljára. Nem tudom. Jó, az inaktív tagokat akkor ki kell rakni, jó? Soha. Aha, jó. Nem. Fel tudod őket sorolni, hogy kik azok, akik inaktívak? Hát ez az öreg Kálmán, ugye? Igen. A két fia. Na, azokat ki is lehet rakni. Tuti. Jó? Tájékoztassátok őket, hogyha nem jelennek meg mostanában, akkor ki lesznek rakva. Jó? Szia, jó. Gábor. De hogy, biztos, hogy derítsük ki? Én vagyok a tégla. Lájon kívül játszok. Most talán az öreg van itt. Talán abban a furcsa sapkában. Jó, akkor megkérdezzük őket, jó? Én most is ezen vagyok fennakadva. Ebből az levelen, amit... Hát igen, szarvas mondjuk. Igen, jó nyomozgatni, de egy kicsit konkrétumabbat mondhatott volna, mert ez így elég nehéz. Én azt hittem, hogy kedveli ezt a családot, meg szerette, és azért valami konkrétumot, valami jobb ismertetőt felírni. Mondjuk az, hogy nagyon a bizalmunkban van, tehát én arra azt következtetem ki, hogy ő régóta itt van. Hát igen. Benny, ki van még itt? Benny, D? Benny, D, és utána meg a vezetőség. Ennyi. A többiek újak. Nem lehetnek. Hát, igen. És az újak nincsenek annyira. Én a D-ről nem tudom, én nagyon csalódott lennék, mint Nasz Dániel. Nem, mint Kobra! Olyasmit is mondott egyébként, ha már itt tartunk, akkor még nem volt ez a fejbelőve. Még jóval előtte. Nekem is annyit mondott, hogy ő nem mondja biztosra, de a D-re vigyázzak. Mondom, semmi probléma nincs. Szén a rossz írhozó, megint! Amikor tudja, hogy is itt van, segít, mindig velünk van. Gábor, nyertél! Rögtön vissza tudod nézni a streamet. És nyertél, hát azt mondta, hogy hát egyszer-kétszer, nem most, de egyszer-kétszer már követte. Köszi, Gábor. És állítólag valaki olyasmikkel találkozott, akivel mi nem vagyunk jóban, nem tudom milyen mellényesekkel, és velünk dumált. Én ezt nem tudtam hol rakni, mert most bármilyen dumálhatnak, igazság szerint. Hát ez nagy probléma. Ez gigantikus, főleg ha nagyon bizalmas a köreinkben. De várjál! Igazad van, Dani. De figyelj, a szar... Nem hiszem. De nem értem, miért mondta szarvas, hogy D-re vigyázzunk, ha azt mondta D-nek, hogy megtesz mindent a csapatért. Köszi, Levente, írlak fel megint. Most búcsúna ezt mondta tényleg. Ez jó, Dani, ez jó. Ezt nyerhetik a subgift elők, egy 51 000 forint értékű óra. Jösszé. Tudod, mondod, hogy bármilyen. Elég szomorú ilyet mondani, de
Mondulj már egyet. Jó, oké, akkor meg kell fenyegetni D-t egy kicsit. Vagy mi az ötletetek? Basz. Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy... Meg miért kért tőle bocsánatot? Lehet, hogy azért, mert bajba akarja sodorni, mert oké, hogy bocsánatot kért, de nem felejtette el, amin összevesztek. Nem, mint ki kivel? Hát valami miatt bocsánatot kért a D-től, valami múltkori dologért. Hát nem tudom, hogy volt az. Azt te tudod, mi a széna? Nem voltam szóval. Az órát subgiftel lehet. Az a baj, hogy... Lehet, hogy meg kéne kérdezni a többieket. A jó. Közelmúltban. Miért jó. Kérhetett bocsánatot a szarvas a D-től? Jó, figyeljetek, akkor egyesével küldjétek, úgyis jobban megismerem az embereket, levetetem a maszkot, akkor egyesével küldjétek be az irodába. Jó? Őket. Köszönöm, Vivian, írlak ötször. Te is persze, te is, ti is legyetek bent. És akkor, hogy jó. Egyesével jöjjenek be az lent a főnöki irodába, jó? Vivian, írlak, köszönöm, hozzá live végén lesz. Hozzá. Ahogy szeretnéd. Menjetek be akkor is. Vivian, fontos tudni, hogy ez egy férfi óra. Jó? Na jó van. Hallod, én rosszul leszek, ha délre szabdék lenk. Hallod, én mondom, akkor én leugrok valahonnan. Na menjünk. Hát ezt mondtam én is, hogy szabadságon kiveszem egy két éveset. A subgifterek az órát nyerhetik, a gamer-egeret, akik megosztják, a ki van pinelve a komment szekcióba. Az bárki megnyerheti. Már főnöki tárolóban van USB? Gyere megnézzük. Ja. Csak már... Én nem gondolnám, hogy D az se. Hát én nagyon ki lennék borúva. Teljesen. Mi kell? USB? Mi kell? Fleka USB. Fleka USB. Hát az nincs. Jó, akkor majd nekem van otthon a házamban, majd akkor hozok el. Jó, akkor azt hozol, légy szíves, elugrasz most érte? Aha. Jó, köszi. Loppik. Jajaj. Elnézést. Jó, akkor menj el érte, jó? Loppikünk sincs. Az van. Az van, jó. Csak USB kellett. Jó, jó, köszi. Oké, zárfeltörő nem kell, Dém. Van itt a izéba. Van a tárolóba. Oké, oké. Beküldöd a srácot, légy. Csak ugorjon egyet, mert ahogy láttam. Ja. Ugorj egyet. Rendben, persze győző, rendben, ha nyersz, akkor majd úgyis szólok. Köszi. Jó pihenést. Hello. Hello. Vedd le a maszkodat, légy szíves. Jaj, a sportszeletes csávó, szia. A fodrászhoz az óta sem jutottam el, de mindegy. Ja. Majd már meg kell ejteni. Jó. A sportszelet szereted? Ja, szereted a sportszeletet? XL vagy XXL? Nem tudom most, hogy jött ez a sportszelet, de... Jézuska, ne mondd már, nem láttad a sportszelet reklámot, ahol ilyen hajú csávó van benne. A főszereplő ugyanúgy néz ki, ugyanilyen haja van, mint neked. Chat, ne. Öregek Kóra vagyunk már ennyire? Vagy mi van? Nagyon sokáig volt az öreg, nem? Ja, már öregek vagy, és öregszünk szerintem. Lehet, hogy én vagyok ő. Lehet, hogy te vagy fiatal! Na, térjünk a lényegre. Ő, hogy hívnak? Kálmán. Kálmán. Kezdeném egy nagy problémával. Mi van a másik kettő gyerekkel, mert ki fogjuk őket tenni? Másik kettővel? Igen. Hát az egyik az... Elmenj nyarolni, úgy tudom. Igen. Minden. Elküldtem már nyarolni minden. Szégyelje magát, igen. Másikat meg... Nem bírt magával, aztán megmondom őszintén, ki kellett, hogy nyírjön. Hát de ezt mikor gondoltad közölni velünk, Kálmán bá? Nagyon szemtelen volt. De nem az a baj, hanem, hogy nem így működik, így van. Ide kellett volna állítanod a csapat elé. Vicceltem már, hogy nyírnám már ki. Akkor de én nem fogok visszaállni. Megmondom őszintén, nem tudok róla egyébként semmit. Fel van szívódva. Na elő kéne keríteni, mert nem tudom, hogy még besántik áll itt. Most kiakasztotta a félig. Én most teljesen kivek borúva. Én is. Ilyen poénokat ezt... Kálmán, ezt visznek szántad?
Kálmán, ne hozz rám a frászt! Jó, hogy Róka nem viccel. Csúnya vicc volt. Na. Ez nagyon ez még Risztnak is rossz szó. Hogy beláttad, de... Ez nagyon nem volt szép most. Igen. Igen. Szóval mi van de... a két csávóval, őszintén? Viszont tényleg nem tudom, mi van velük. Egyik az elmen nyaralni, azt tudom. Majd jön vissza. Azt igen. Most a hétvégén, meg jövő hét elején. Hol nyaral a kis cuki? Hol van? Hát azt nem tudom, nem mondta el. Jó, igen, a másik, akikben baj van, mi a baj vele? Másikkal nem tudom, mi van, megmondom őszintén. De várjál, most melyik nem volt, oké, nem ölted meg, de baj az van vele? Azt is kitaláltad, mi? Hát nagyon, nagyon szemtelen volt már az utóbbi időkben. Mit mondod? Amit akiről nem tudok semmit. Negyedik kálmán. Múlt időben beszélt. Már belegabajottam. Tehát a negyedik Kálmán fiamról, az nagyon szemtelen volt egyébként, tehát hogy nem tudok róla most semmit. Ez a megmondom őszintén, de... felszívódott. Nem ezt tudom. Figyelj! Hétfőjük a haladékot. Így van, és az a helyzet, hogy... jelentkezik, akkor repül. Csalódott vagyok, mert azt ígértétek, hogy mindent megtesztek azért, hogy itt maradjatok, és örültök, hogy ide tartozhattok. Hát ezen, te rajtad kívül, nem látom az igyekezetet. Szomorú. Én se gondoltam volna, hogy ez lesz velük, megmondom őszintén. Jó, figyelj, holnapra kerítsd elő őket, amelyik nyaral azt majd később, de a másikat holnapra kerítsd elő, hozd ide, ha nem jön ide, akkor megkeressük és megöljük. Hát persze, akkor meg kell keresni. Hát nem is értem, mit gondol magáról egyébként, hát hogy szó nélkül eltűnik. Az a baj, hogy lehet, hogy szivárogtatja az információkat, érted? Már megy a városba, rádió, te... Sipe, szórja meg ilyenek. Biztosan nem meri. Nem meri, fosik? Azért annyira fél tőlem, hogy azért nem merni ilyeneket csinálni, tehát hogy... Hát csehát, most mi legyen, Kálmán? Jó, Kálmán, meg kell, hogy büntessünk ezért a viccért, mert ez nagyon nem volt vicces. Meg kell tanulnod, hogy komoly dolgokról nem szabad sajnos viccelődni. Róka, tedd meg. Sajnám, de ilyen viccet nem... Majd a kórházba felépülsz és gondolkodsz rajta! Ilyenen kell, már nem viccelődünk! Ennyivel megúszod egyelőre. Dehogy is. Ja? Jó van akkor. Kálmán. Én ennyire gondoltam hirtelen. Megtanultad a leckét? Nem kell. Rendben van, most megúsztad. Feküdj oda a sarokba. Ja, de még a lényeget nem kérdeztük meg, úgyhogy maradjál még. Na, szóval, mit tudsz, van-e besúgó itt közöttünk? Van-e sejtésed? Szintén. Igen, hogy valaki elárulhatja a csapatot. Hát most ez így, most nem szórakozz. Láblövés után nem jutok szóhoz. Megmondom őszintén, elhogy viszont... Nem. Minusz egy boka van. Az acélba... Ja. Nem mondjuk az is igaz, de... Lehet jobban megijedtem, mint amilyen... Erős volt a rövény. Vagy a fejbe lőttem. A lényeg, ami lényeg, nem gondolnám, hogy lenne a csapaton belül egy besúgó. Jó, akkor nem tudsz róla. Senki nem viselkedik furcsán. Úgy tudom, hogy vannak most újak. Igen. Azt hiszem két új ember jött. Őket még nem nagyon ismerem, ezért nem is tudok róluk nyilatkozni. Holnap meg vasárnap leszünk még. De többiek közül nem gondolnám. Jó, rendben van, figyelj! Jó mindenki, szóval... Határozott nem lenne egy kérdésem hozzá. Na mondjad, Róka. Így határozott legyek? Sportot szeretek rá. Hallgatom. D-vel milyen a kapcsolatod? Nagyon jó. D-vel? Igen. Őszintén? Igen, azért kérdezzük, mert megfontoljuk, hogy alfőnökké fogjuk emelni, és ezért kérdezzük a véleményeteket. Így névről még nem nagyon tudom, hogy ki az a D, megmondom őszintén. Jézuska! De csoda? Nem nagyon tudom a neveket, megmondom őszintén. A Johnny-t tudom egyedül. Ez még egy fekete pont, már nem rossz van. Jó, a Széna, Johnny, őket tudom, megmondom őszintén. Többieket még kell remélni. Minket se tudsz, aki itt el vele szemben. Dinókát, én is szeretem a kis cukit. TikTokon lájol? Üdvözlöm. Csókoltatom. Spagetti haj, fehér spagetti haj. Hát megmondom őszintén, Giliszta? Ő hívott be téged itt az ajtón. Ő volt?
Köszi Dinóka. Ő segített nekem most a ruhát is megcsinálni igazából. Szóval... Nem tudja, hogy... egyébként. Tehát, hogy... Figyelj, Kálmán, tudod mi lesz a feladatod? Megismerkedni mindenkivel, jó? Hát igen, a neveket azokat meg kéne jegyezni. Hát igen, ez alap lenne, főleg, hogy te már itt vagy, nem tudom, már lassan egy hónapja. Köszi srácok, sziasztok, Dinóka nézők, sziasztok. Hát megmondom őszintén, szerintem az én nevemet tudja mindenki szinte. Mert én mindenkinek bemutatkozok, viszont én nem nagyon kérdezgetek neveket. Csak most mi legyen Kálmánnak? Hát akkor legalább haj vagy maszk alapján beazonosítani, vagy a pozícióját. Ilyen van. Ilyesmi, hogy hova tartoz, vagy nem az hova tartozhat, hanem az, hogy ki lehet ő valójában, hát stb. Köszi Patrik, írlak. Persze, úgy megvannak nevek igazából. Subgiftelők egy 51 ezer forintért egy órát nyerhetnek. Tehát akkor engem nem fogsz elküldeni, ő szeregetni valami miért a Isten hátam mögé. Ja, nem. Kálmán, engem hogy hívnak? Kobi. Nem jól mondom. De, hála Istennek, hogy ezt tudtad. Szia Csabiko, 313 lóerő. A másik bokál lép maradt. Jó. Jó, feküdj oda a sarokba, azt jöhet a következő. Akkor feküdj tovább. Jó, és akkor az akcióval... Kábor. Micsoda, milyen akcióval? Majd utána megyünk akciózni, csak meghallgatunk mindenkit. Addig megyek ide a sarokba. Jééé! Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Most kaptátok ságot, osszák a subgiftet, mert ezt az órát lehet nyerni. A megosztós játékunk olyan gamer-egeret. Hallod, ez durva, az ki lehozott az életről rendesen. Téged is? Örömölték a szűrusz. Jó. Szevasz, Máté. Mi újság? Jó vagy? Hogy érzed magad? Én tökéletesen vagyok. Gyere játszani. Jó, csapatba is sikerült beilleszkedned, megbarátkozni. Igen. Nagyon sok emberre jó barátom lett. Na itt vagyok. Bocsánat. Jó, figyelj Máté, az az igazság, hogy Déről szeretnénk kérdezni, hogy mit gondolsz róla, lehet alfőnöki pozícióba szeretnénk előléptetni, és hogy mi a véleményed róla? Hát vele nagyon jóba vagyok, és szerintem úgy megérdemli. De nem csókolóztok. Mit csinál? Nem. Jó, nyírt ki Kálmánt, jó? Nem mondtuk neki, hogy ki mehet. Várjatok. A franc essen bele! Vedd el tőle a cuccot, jó? A mocsok majdnem meglépett! Hát ezt nem hiszem el. Hogy meglépett? Kapta a fejest. Kapta. Nekem ne lépjen le. Nem mondtuk neki, hogy elmehet. Hát ez bocs, Máté. Hát ezt nem hiszem el. Úgyhogy meghajt. Bekeményítettem. Köszönöm, CR7. De most miért? Hát mert mi megy ki? Hát nem mehet ki, ez a lényeg, hogy ne mondj el a többieknek, hogy mit kérdezünk. Na, szóval megvárjuk. Ja, Rókát mindjárt jön. Szóval D-vel akkor meg vagy elégedve. Én igen. Jó, nagyon örülök neki. Figyelj, a másik kérdésem. Van-e mostanában olyan, aki furcsán viselkedik és elárulhatja a csapatot? Napi killemót, hol van? Szerintem jogos volt, mert nem kiment. Nem nagyon tudok róla. Nem viselkedik nem senki se furcsán mostanában? Nem vett észre senkit sem. Nem tudom, nekem régebben volt a BMW, aki ugye szövetséges. Igen. Tőlük, ő nekem kicsit BMW furcsa volt régen, amikor hozta ugye a téglát. Igen. De úgy már szerintem most nincs. Így. Csapatom belül sem. Köszi a 7 hónapot. Jól vagyunk, köszi. Jó, rendben van, köszi, akkor... Nem, szerintem nincs. Akkor menj, te ne hagyd el a szobát, jó? Menj oda a sarokba és várjál türelemmel. Oké. Lesz, ne, felesleges volt kinyírni. Ki, oda küldtük, hogy ne menjen ki, nehogy a többieknek elmondja a dolgot, hogy mit kérdezünk. Hát nem mondtuk neki, hogy ki lehet menni. Ez egy téglás megbeszélés, hát nehogy már, ha gitrágja a Pál utcai fiúkat.
Hihetetlen. Hihetetlen. Láj végén sorsolás a zegeret is, az órát is, jó? Nem tudom, meg a... Most ez nem CK volt amúgy a Kálmánnak, nehogy valaki azt higgye. Vagy ez CK? Nem CK. De mondtam, hogy maradjon bent. Menjen a sorba és maradjon bent. Utána megyünk rabolni, csak meghallgattunk mindenkit. Csá! Vedd le a maszkot, légy szíves, Penikém. Szemüveget le vagyom? Benny. Én vagyok a Mikulás. Te mikor barnultál le ennyire? Hát másztam a kemencébe. Hallod? Ez nagyon durva. Hát még a fekától is fekább vagy. Na. Hát ez nagyon durva. Na, szóval. Szemüveget le vagyom. Aha, gyere. Szóval Benike. Hát ez nagyon durva. De szép a szemed. Köszönöm szépen. Na, figyelj, Kormi. Várja. Na mi újság, elintéztétek? Elvettem tőle minden. Persze. Hát ez kitő. Ez fura volt, nem? Meg itt, amiket mondott, hát ez nem százas volt. Itt viccelődött, meg minden. De tudod mi volt nála? Az agyon eldobod. Mi? 60 000 KP. Ne idegesíts, voltál a 60k? 60k készpénz. Tényleg jetta. És 50-es pisztolytól kezd, vagy nem 50-es pisztoly, 50-es lőszer. Az igen. Honnan volt neki ilyen? Nem tudom, igaz, hogy egy darab volt belőle? Na mindegy. Mindegy, kaszinó zsetón. Ha felépül a kórházba, akkor majd kinyírjuk, jó? Kérdőre vonjuk. Majd nem biztos, hogy kinyírjuk, de majd meglátjuk. Jó van, oké. Ez durva. Na, Benny, tudtátok, hogy ilyen barna a Benny? Ó, Benny. Hogy fekete. Nagyon cukorborsó vagyok. Ja. Na, figyelj, Benny. Ez egy arcfesztés. Két kérdésünk van. Jó érzed? Régóta itt vagy már. Tényleg egy nagyon jó tagunk vagy. Lehet rád mindig számítani, aktív vagy. Mi a véleményed a mostani csapatról? Van-e bármi baj, vagy milyen ilyesmire vagyok kíváncsi? Szerintem most nincs semmi baj igazából a csapatban. Újak? Milyenek? Normálisak. Kivel vagy a legjobb barátságban? Így újak közül vagyok. Hát így az egész csapatban. Kivel szoktál mozogni? A D-vel, az öcséddel. Uh-huh. Tomikával, uh-huh. A Ghostal, OG-val. Uh-huh. És figyelj, nem vettél semmi különlegeset észre senki? Nincs olyan ember, akire úgy gondolhatod, hogy elárulja a csapatot? Na, nem vettem senkit. Őszintén mondod? Őszintén, szívemmel köszönöm a kezem. Oké. A következő kérdésünk az, hogy hát D is elég jól teljesít itt a csapatban, és arra gondoltunk, hogy alfőnöknek szeretnénk majd egyszer. De mi a véleményed erről? Szerintem, hogy tökéletes lenne, hogy nem rogjál. Nem marogjál? Mit ugat? Normális vagy, Benny? Hát, még marog. Még morog is beszéd közben. Jé, ránk ugatott, hallottad? Ilyet látszak? Jó, figyelj, Benny. Furcsa beszélsz. Igen. Jaj, te jó ég. Igen, mire gondolt Szarvas, amikor azt mondta D-re, hogy múltkor összevesztek? Tudod, de min vesztek össze? Az, hogy a Szarvas berádiózta a D-nek, hogy... Jaj. Egy másodpercet kérem. Szegény! Na jó, megveszett ez a Benny szerintem. Ja, itt vagy? Szóval, hogy a Szarvas berádiózta, hogy nincs kedvünk szedni, és hogy miért parancsolgat a D, meg hogy... Ja, mert Tüdesz mondta, hogy menjenek szedegetni, tudjátok, amikor szarvas. Hogy a Szarvas biztos nem fog szedni ilyen alkatrészt. Ők elmentek, és akkor D ezen ízélt, hogy ugye a Szarvas hiakadt ez a... És akkor a D mondta, hogy ezt parancsol kapta, hogy ő utasít, és hogy ki kell kiadni azt a feladatot, hogy szedjünk mi.
ilyen alkatrészt. Ja, a szóval szám... úgy érezte a szarvas, hogy a D parancsol neki, miközben nincs is főnöki pozícióban. Igen, igen, igen. De csak azért... Bent... Oké, vagy be... ki az a bente, mindegy. Igen, D-nek kimondta. Ja. Elvileg arra... Hogy... Kály. Kály. Hát a... A Kály, a vágom. Igen. A Kály, nem az öcsém, hanem a... Az arab, tudod? Az arab. Igen. Ja, jó. Hát, viszont az egy másik főnök, nagy főnök, a szöriből. Igen, most nem tudom, hát ja. Vagy hát időtelen. Ja, meg ő is nagy főnök a Hú, másik. Hú, és a GVM-re nem hallgatott, az erős. De, hallgatott. Hallgatott a D-re. De D csak a szarvas. Értem, értem. Jó, hát most szarvas már... Jó, ezen vesztek össze ez régi, mert nincs itt szarvas, úgyhogy ez tártalan. Jó, Benny, állj oda létsző és Márti mellé, és akkor jöhet a következő. Hol van Márti? Van bal oldal. Ott a piáknál. Ja, ha már isznak. Korán reggel. Korán reggel, így van. Csajátok, kicsit be kell... Muszáj ezt megbeszélni a csapattal. Hát ez a Kálmán, ez engem is kiborított. Én nem hittem el. Még itt poénkodik, aztán utána kimegy. Láttad, hogy ki akart osonni? Hogy nem. De miért? Szerinted amúgy nem fogta fel, hogy odaálljon a sarokba? Nem, nekem gyanúsan szerintem rejteget valamit, hogy titkol. Ja, valamit titkol, főleg ha ennyi jó cucc volt nála. Mert mostanában nem volt itt közöttünk amúgy annyit. Hát hogy szerzett nem. Ilyen cuccokat? Menjél a kocsihoz. Hát ő igen. Hát hello. Jó, lámpa összetört. Ó, a lámpám, azt ő millió coinért vettem, és most összetört. Kifizetem. Mutatkozz be, Léci, nekik, mert nem ismernek. Sziasztok, John Campbellnek hívnak. Őt mondtam, hogy ő a Johnny. Johnny. Na mindegy, én vettem fel a még a kutya fejűvel. Mutko vettük, ugye amikor járőröztél, ugye Johnny? Igen. Azt mondta, hogy ő járőrözik éppen. Félrebeszéltem. Azt mondja, hogy félrebeszélt. Igen, biztos vagy benne? Na figyelj, Johnny! Igen. Pár kérdésig van, hogy érzed magad itt a csapatban? Az itt vagy egy két hete szerintem, hogy érzed magad, kik azok, akikkel összebarátkoztál, erre vagyunk kíváncsiak. Igazság szerint nagyon jól érzem magam itt. Igaz, hogy most az utóbbi időben úgy alakult, hogy keveset tudtam lenni a városban, uh-huh. De amikor van időm, akkor itt vagyok. Hát ugye a Kálmánnal beszéltem sokat. Hát ez nagyon voltam, jó! Akkor nem tudom, nem jut eszembe annak a embernek, aki ott áll a sarokba. Vele Máté. Is voltam. Máté. Bocsánat. Máté vagy Benny. Máté, vele is voltam, meg így igyekszem, vagyis hát igen, igyekszem és próbálkozok mindenkivel beszélgetni. Jó, a figyelj, a második kérdésem az, hogy vettél-e valakin észre furcsaságot, hogy ki az, aki elárulhatja szerinted a csapatot? Hát igazság szerint, ugye, hogy keveset voltam a városban, nem vettem úgy nagyon észre senkit, amikor itt voltam. Nem tudom, hogy valaki így elárulná a csapatot. Jó, nem köszönöm. Oké, és akkor a következő kérdés, D-t ismered, igaz? Igen. Róla mi a véleményed? Szerintem egész jól csinálja dolgokat, mint így főnökként. Vagy nem tudom, hogy nem... Bocsánat, nem tudom, hogy... Nem főnök, valójában igen, elég rangos pozícióban van, ugye láthatod, hogy elég oszlopos tagja. Alfőnökként gondoltuk a csapatba, ezért kérdezzük, hogy mi a véleményed róla. Á, értem. Szerintem... Simán lehet, nem. Vele se tudtam sokat beszélni, az igazság. Uh-huh. De sokat dolgozik érzem, a Johnny. Hogy szerintem lehet. Jó. Lehet, ő ilyen alfőnök. Jó. Bocsánat az előbbi, hogy... Mondtam, hogy főnök. Nem tudtam. Hát figyelj, gondolkodunk erősen rajta, csak ezért kikérjük azért az emberek véleményét. Róka, vagy Széna, van valami? Nekem van kettő is. Főnöknek nevezted, ez miből jutott erre a következtetésre? Mit hallottál esetleg, hogy úgy sejtetted, hogy ő az egyik főnök? Hát csak így láttam, hogy ugye sokat, tehát amikor ilyen megbeszélések is voltak, akkor ugye ő is ott volt. Így, ez igaz? Így abból kiindulva azt hittem, hogy ő is főnök. Ez igaz? Hát most nincs itt. Hát igen, most nincs, igen. Ugye azért is kértem elnézést az előbb, hogy azt mondtam. Ez a Johnny, ez túl jó gyerek. De csak nem tégla, nem? Azért is mondtam, hogy sokat nem tudtam vele beszélni, amúgy... és aztán így nem...
nem tudtam, hogy milyen ismerni, így ismerem, tehát tudom, hogy ő ki, viszont nem tudtam, hogy most főnök, nem főnök, úgyhogy azért még egyszer elnézést. Uh-huh. És mondtad azt, hogy sokat beszélgettél a Kálmánnal. A sok közül melyikkel? Ja, van egy pár Kálmán, az, aki az előbb itt volt? Igen, vele. Nagyon vele jó, voltam. Róla mesélj már, légy szíves, tapasztalatot vele kapcsolatban, esetleg valami érdekességet láttál-e vele kapcsolatban, vagy furcsa esetleg, véletlen? Furcsaságot nem láttam jó, rajta, igazság szerint én amikor vele voltam, akkor próbáltunk ilyen lelőhelyeket keresni, meg szedegettünk is együtt, semmi furcsaságot nem tapasztaltam. Mennyire mennyire telefonozott súnyiba, vére vonult-e esetleg, csinálta a szerést? Amikor szedegetni voltunk, csinálta, persze. Amikor a lelőhelyeket próbáltuk felkutatni, akkor viszont egyáltalán nem telefonozott, mert ő vezetett, és akkor is elég aktív volt. Akkor semmi furcsát nem vett észre. Én nem vettem észre semmi furcsaságot rajta. Jó, jó, akkor nincs több kérdés. Mit jelent a 10-4? Nem tudom. Jó, oké. Szerencséd van, megúsztod. Menj a sorokba. Rendben. Megy a szarú, mert furcsa hangot. De csak nem zsarú, érted? Marina, nem tudom, te vetted fel erre, nem tudom mondani. Nem, szerintem ez egy jó csávó nagyon. Ja. És hát van két nyereményjátékunk, subgiftelők egy órát nyerhetnek live végén, és a Landemianzion felajánlásával pedig Gamer Egeret, a megosztók, ami ki van pinelve, meg kell osztani a Facebook bejegyzést, meg egy pólót is. Mit jelent az, hogy vettem, értettem? Hello! Hello! Vedd le a maszkod, légy szíves! A szemüvegedet is. Csapkát is. Azt is. Kicsit zsíros a hajad, nem baj. Neked olyan hajad van, mint a Kai-nak. Egy kicsit hasonlít. Tényleg? Ő a példaképed? Á, hogy ne. Jó. Hogy hívnak? Erik. Erik. Jó, figyelj Erik, pár kérdésünk van hozzád. Mióta vagy itt körülbelül nálunk? Hát egy ilyen 2-3 hete szerintem. Hogy érzed magad? Eddig nagyon jól, minden rendben van. Kivel barátkoztál össze eddig a legjobban? Hát ugye a Tomikával. Igen. Mozogni elég sokat, ja, például vele találtuk meg a lövészelkraftot is. Nagyon jó. Vele derítettük ki, hogy a bugy is az izé volt. Nem a tégla, de hogy izé balhézott meg minden. Mi van a bugyissa? Én erről lemaradtam. Hát ő is már eltávozott közülünk. Hát annyi volt röviden a sztori, hogy ott voltam a lőszerkraftnál, aztán ott volt a bugyis is, egy tetőn nézett minket, aztán rá pár percre megjelent egy pap egy helikopterbe. Aztán, ja. Az érdekes, jó, de akkor már nincs közöttünk a bugyis. Nincsen. Jó, figyelj Erik, olyan kérdésem van, hogy valakit észrevetted, hogy furcsán viselkedik, vagy hogy elárulhatja a csapatot, vagy találkozik olyan emberekkel, akikkel nem kéne. Igazából nincsen. Senki. Jó, következő kérdés. Mit gondolsz D-ről? Szerintem egy nagyon határozott ember, tudja, hogy mit kell csinálni szituációkban, tehát tudja összeszedni a csapatot. És igazából nem tudom. Én nem tudok kire gondolni. Nyugodt ember is szerintem. Hát ja. Nagyon ritkán, amikor ideges, de akkor nagyon. Jó, oké, nekem nincs több kérdésem. Sőtön nekem sem. Igen, a kövei stream reklámmentes holnap, igen. Jó, köszi, jöhet a következő. Állj a sarokba a többiekhez, jó Erik? Oké. Én nem tudom, kire kell gondolni, de most a Kálmára gyanakszunk. De én nem gondolnám azt, hogy... Vannak, aztán utána mehetünk rabolni. De én remélem leszállította a cuccot már. Ja, még ő maga is itt. Még ő is. Ő maga is, kíváncsi leszek, igen. Csak nem akarom, hogy úgy érezzet ott, hogy meggyanúsítjuk véletlenül. Aha. De amúgy jó RP-szel lehet ebbe a téglásból. De majd... Gondolom a rendőrök tudják majd, hogy itt lakunk. Ő az utolsó, utána már csak a démo. Te vagy az, Tomi? Ne Ghost. Nem. Ghost. Nem, meg a Ghost. Jó, Ghost, vedd le a maszkodat, légy szíves. Meg a szemüvegedet is. Köszönöm. Jó, figyelj Ghost, hogy érzed magad a csapatban? Mióta vagy itt? Igen, másfél hete kb. Hogy érzed magad? Kik a barátok itt neked? Kikkel mozogsz együtt? Jól érzem magam. Benikét ismerem úgy, a D-t.
Hát igazából mindenkit, a Kárlót, Mátét, aha, Úgyi, mindenkit. Mindenki jó, a jóba vagyok. Jó, ennek örülök. Nem vettél senki észre azt, hogy furcsán viselkedik? Szia Szabolcs. Nem. Semmi olyasmi, találkozik másokkal, túl sokat telefonozik, ilyesmi. Nem. Jó, következő kérdés, mit gondolsz D-ről? Jó ember. Ennyi? Érti a dolgát. Az mit jelent, hogy érti a dolgát? Próbálja vezetni a csapatot, amikor nincs úgy nagyobb rangban lévő ember, ilyenek. És a többiek hallgatnak rá? Hát a múltkori incidensnél nem hallgattak rá, amikor a Tüdös megkérte, hogy... Ez kiket foglal maga? Mert Szarvas tudjuk. Ki volt még az, aki nem hallgatott rá? Hát Szarvas nyilván volt, meg egyedül rádió. Uh-huh. Hogy ők nem szedegetnek. Uh-huh. Vagy ő nem szedeget. Ha, és erre D-be pipult, vagy hogy reagált erre? Nem, csak az volt, hogy Tüdes megkérte a D-t, hogy mondja el neki, hogy akkor szedegessenek. Hát ugye a tüdőjék valamit csináltak, meg közben mi is tárgyaltunk a Lilákkal. Jó ez a csapat RP szerintem. Köszi, Geri Domi! Akkor így a Szarvas mondta, hogy ő nem fog szedegetni, meg hogy mit képzel a D magáról, hogy ő parancsolgat neki. Igen. Köszi Szabolcs, minden rendben. Köszi. Jó, rendben van. Nektek van kérdésetek? Ja, nekem egy, nem kérdés, hanem egy mondat. Nem adom el a kompot. Bocsi. Jó. Ez ilyen fél poén volt. Kolc rendőr lesz. Nincsen. Jó, köszi. Van még valaki? D. Hát maga D. Akkor D jöjjön. Jó, ez aki. Jobban megismertük. Most a neveket azért jegyezzük csetben, hogy segítsetek, de van Erik. Van. Minden oké, okay, Bika. Szövivel nem tudom, de most rabolni külön megyünk. Mivel? Itt vagy? Mondjad még egyszer? Ez bajos, tudod, hogy mire gondolhatok hirtelen? Mire? Az, hogy a D-re nem hallgatnak a többiek. Igen, egyáltalán nem. De viszont igazuk, jó, de igazuk van róka, hogy nincs főnöki pozícióba, érted? Igen, de ez a szituáció, ami legutóbb volt, ezt egy általános barátainknak a főnökei adták ki, hogy D legyen az irányító a csapatunknak. Igen, igaz. De figyelj! Tehát kutyakötelességük lett volna hallgatni és követni, amit a D mond. Hát igen, de figyelj, most mindenki azt mondta, hogy szereti, meg jó, meg minden. Akkor nem értem az összefüggést. Hát ez az, hogy ez az, és mégse követték, amit mondott. Mm-hmm. Amit kértünk el, Bor, mert én bízok benne, hogy csak kértem. Mhm. Jó, majd ez kiderül. Igen. D, meghoztad a cuccokat, cső? Aha, hoztam, igen. Jó, nagyon jó vagy. Hány túsz kell nekünk majd amúgy összesen arra a bankra? Összesen? Mhm. Uh-huh. Hát igazából nincs felső határ, tehát bármennyit vihetünk. Mert akkor másképp kérdezzük, mi az, igen, ideális? Ja, szerinted. Palettói bank az megvan, mi az ideális? Hát, 2-3? Á, inkább olyan 6. De abból ugye... Lehet meg. Megyünk rabolni, Csesz. És mert tudod, ilyen buták. Értjük. Jó. Hát annyi, hogy kötelezően kell egy hát civil, máért, vagy bárki. Agyas, nem? Agyas, igen. Mind. És a többi az lehet akár agyatlan, és mert ugye ugyanúgy izé van. Beni. Tessék. Csatlakozz fel a szövetségesek rádiójára, és mondd meg nekik, hogy azért nem keressük most őket, mert csapaton belül megbeszélést tartunk, és rabolni fogunk menni. Jó, oké. Okay. Köszönöm. Menj ki, erre kimelt. Pont most beszéltem a barátaink, amelyik volt. Jó, nem baj, Benni még jelzi nekik még egyszer. Jó. Jó, figyelj, D, több kérdésünk van. Igen. Hogy érzed magad? Nagyon régóta oszlopos tagja vagy a csapatnak, meg vagyunk vele elégedve. Hogy érzed magad mostanában? Hát amúgy jól érzed magam. És tényleg itt vagyok már, azt mondom, 9 hónap. Igen, elég régóta, azért mondom, hogy eléggé, mindig lehetett rád számítani, elég oszlopos tagja vagy itt a csapatnak, és ennek örülünk is. Nem vettél senkin semmi furcsát észre mostanában, hogy máshogy viselkedik, ahogy nem kéne? Nagyon. Igen, András, mond, köszönöm. Jó, mi a véleményed magadról? Hát most... Mondhatsz jót is, rosszat is. Ez a kérdés? Igen, ez a kérdés. Mit igen. gondolsz magadról? Milyen ember vagy te? Én? Húha. Vagy milyennek szeretnéd, hogy lássanak téged az emberek? Na, no, ezen el kell gondolni. Ugye? Fogós kérdés.
Egy kis önismeret. Erre mondjuk pont nem számítottam. Pont ezért szép az élet, hogy olyan történik. Tehát, hogy milyennek szeretném, hogy... Láss, hogy te milyennek szeretnél lenni, mi a te önmegvalósításod. Köszi Ács Marcell. Egyáltalán milyen ember vagy te? Igen. Én? Igen. Hogy írnád hogy... le magad? Hát egy átlagos embernek mondanám. És a csapatban betöltött szerepedre is kíváncsiak vagyunk. Szerinted milyen a csapatban betöltött szereped? Hát... Nem tudom, szerintem ugyanolyan tag vagyok, mint bárki más. Mert hát, igen. Itt felmerült, nekem megosztották vele, hogy a szarvas miért kért tőled bocsánatot? Ezt te is el tudnád nekünk mondani? El tudom mondani. Ugye múltkor volt egy hát kisebb vitánk, mikor a tüdő meg az arab mondta, hogy még nem úgymond tőlünk vezető, addig én irányítsam a csapatot. És ugye a tüdő is elküldte őket szedegetni, és mondtam nekik, hogy akkor szedegessünk tovább, menjen a szedegetés. Igen. És akkor a szarvas, ő elment a Ferivel valamit megkeresni. Igen. És akkor mondtam a szarvasnak rádió, hogy légy szíves szarvas, menj vissza te is szedegetni. Aha, ez volt a baj akkor. Tényleg normálisan megkértem, és azt mondta, hogy ő biztos nem fog szedegetni. És, ja, és ebből lett egy kisebb konfliktus. De akkor a mi csapatunkból csak a szarvas volt az, aki megtagadta. Igen, értem, igen, értem. Igen, igen, igen. Ő már ugye nincs, akkor ezt álltam, de ezért kért bocsánatot. És hogy érzed, a többiek hallgatnának rád, hogy hallgatnak rád? Hát, szedegettek, mikor megkértem őket, hogy maradjanak ott. Tehát, úgy gondolom, igen. Hogyha ilyen szituáció van, hogy kijelölnek mondjuk pont engem, akkor szerintem hallgatnak rám. Jó. Jó, oké. Valamit kihagytam, Róka, Széna. Gondolkodok. Jó, ha nincs, akkor hívjatok ide mindenkit, jó? Jó. Hát rádió nekszerű, de. Majd a saját rádiónkra megyünk, jó? Én ott vagyok. Jaj, jó vagy. Na, köszi szépen. Ki az, aki még itt szokott lenni, de most nincs itt? Jelenleg. OG. Igen. Tomika. Sok ember. Igen. Kárló, akkor az öcsém, ugye? Az öcsér, igen. Jó, majd velük is beszélgettünk. Azért van szükség erre a beszélgetésre, hogy kicsit jobban összeismerkedjünk a csapattal, illetve a véleményetekre is kíváncsiak vagyunk. Mindig azt mondom, hogy nyugodtan szóljatok, nem kell mindig ott állni mögöttünk. Van véleményetek, van bármilyen ötletetek, hogy mit csináljunk, és hoztok nekünk munkát, akár ti is, mindig nyitottak vagyunk rá. Most el fogunk menni rabolni, de arra kérlek titeket, hogy holnapra találjatok ki valami akciót, vagy bármit, amit nektek kell irányítatok holnap, mint a csapat tagjai, nem a főnökségnek, jó? Hogyha itt lesztek, akkor próbáljátok meg kitalálni, mondjad D. Amúgy lenne már most egy ötletem, mert múltkor az öcsét kapott egy üzenetet, amiben megfenyegették. Igen. És szerintem ezt ő akkor úgymond tudná irányítani. Az öcsém? Aha. Jó, nem tudom, hogy lesz-e, majd otthon megkérdezem tőle. De nyugodtan nyitottak vagyunk ezekre a dolgokra. A másik, hogyha nincs vezető pozíció, vezető a városba, akkor a szövetségesnek a főnökeire kell hallgatni, és ha ők sincsenek, akkor pedig a legmagasabb rangúnak kell, jelen esetben D-re kellene hallgatni mindenkinek. Ezt, ahogy nyilatkozott mindenki, ez tiszta sor szerintem, és nincs ellenvetése senkinek. Kérdés valakinek? Ha nincs, akkor mehetünk túszozni, és akkor Paletói Bank, mi a rádiónk? 2.18.18. Még egyszer. 2.18.18. Akkor most van egy. Jó, Belikel szövetségesek mit mondtak? Azt mondták, hogy rendben. Jó, oké, Paletói Bank, ő 2 agyas túsz kell minimum, ugye? Egy agyas túsz, ha megvan, akkor megyünk is Paletóhoz. D-nél vannak a cuccok, ki fogja törni? Akár törhetem én is. Törjed te, túsztárgyalásra kivállalkozik. Ki nem csinált még sose ilyet, srácok? Mindenki csinált ilyet? Ott, aki te vettél föl. Én még nem csináltam. Johnny. Én sem. De csinálja, Johnny. Még nem csináltam. Jó, akkor Johnny, te fogod levezetni a túsztárgyalást, jó? A rendőrökkel. Jó. Mondjad, D. Majd még így a vezetőséggel szeretném. Jó, akkor srácok, sorakozzatok föl a 4 autóval, jó? Melyik 4 autót vigyük, azt még beszéljük. Köszönöm. Még személyeseket mondanom. Igen, hát persze. Igen. Misi, fölírlak. Én tudok adni egy ereskót, ha úgy van.
Az jó lesz, hogy is akkor abba megyünk. Meg van még a kuprad róka. Féltek, én a tundrámat viszem, lassú, de hegyen jó, akkor az én tundrám. Jó, kint megbeszéljük, Ereskú, de kint megbeszéljük. Oké. Jó, oké, menjetek ki akkor, jó, és akkor beszéljétek át, melyik autók lennének. A tundra helyett lehet más. Köszi, Misi, felírtalak. Az jó lesz, az a D-jó tudja vezetni. Ezt az órát lehet nyerni, aki subgiftel. Na, múltkor, amikor nem voltatok, megkerestek a lilák. Igen. És a... Tudod, mikor beöltöztél. Igen, hozzájuk, igen. És ott ugye volt a végén szó valami füzetségről. Igen. És mondták, hogy nekik az a füzetség lenne jó, hogyha legközelebb nekik lenne valami problémájuk, akkor segítsünk nekik. Jó, jó, ez teljesen tartható, ez jó. És ez kivitelezhető? Igen. Tudod, hogy miért kérdezem? Persze, igen. Tehát nem olyan, tehát valami hasonló problémára, mint ami nálkünk volt, hogy valaki ez mit tudom, be kell... Köszi, Fekka, megnézem. Mit csinálni. Ja, jó. De jó, amúgy kivitelezhető. Jó. Okay. Nagyon jó. Oké, akkor ennyi. Köszi, Martin, te dolgozni. Kérdeztem, hogy akkor biztos nem te neked már a harmadik Martin. Mondták, nem nekik ennyi elég, hogyha van valami, akkor köszi. Segítünk. A másik, mit gondoltok BMW-ről? A lila csaj is mondta nekem a kocsiba, hogy nagyon gyanús amúgy a BMW-nek. Ti mit gondoltok róla? Sokat telefonozik. Egyik nap igen? Egy rendőr csajjal randizott. Ne idegesítsék! Jézuska! Aha. Chat. Mert a Ghost-tal, meg a Manuelával, meg a Bajusszal mentünk valahova. Igen. És akkor hívta a Manuelát a Bömös, hogy épp a SOD-s csajjal van hát most így együtt. Ne idegesítsé már! Bakker! Hát ezt majd kájéknak kell megoldani. Hát ezt jelezni kell nekik minél előbb. Ebből sose semmi jó nem származik. Köszi Tamás, neked is a harmadik. Ebből sose semmi jó nem származik. Alapból a maffia meg a bandán belül is a párkapcsolatok neccesek szoktak lenni, nemhogy így. Igen. Akik ezer éve itt vannak, mint Dekober meg én tudnak mesélni, hogy milyen párkapcsolatok voltak itt. Jó, mondjuk a széna veled meg szarvas nem volt baj. Nem erre gondoltam. Ja, de... Várj, Róka, ti együtt vagytok a kobrá? Mi? Milyen mi? Mi? Te normális vagy? Jézus! Na menjünk Rabóni! Menjünk. Milyed? Mindenkinek... Srácok, mindenkinek van fegyvere? Nincs. Hát... Igen. Jó. Igen. Erre a bankra olyan sok fegyvert nem kell. De D-nek adjál. Most nem baj, van mindenkinél. Jó. Kösz. Durva. Na chat, megyünk akkor Rabolni. De szerintem ez tök jó RP volt így a csapattal, nem? Jó itt Ferenc. Igen, ami ki van pinálva a komment szekcióba, azt megosztjátok Facebookon. Gamer-egret lehet nyerni, meg pólót. Igen. Cső, BMW. Munkát keresek. Chat, most ezt nézzétek. Most nem nyitja meg a telefont, de... most... Hívjuk fel barátunkat. Jó, de legalább őszinte. Nem, hát nem hiába hívják három lábnak, szerintem. Na. Sziasztok, szép estét! Jó napot! Jó napot kívánok, kivel beszélek? Egy emberrel, aki munkát keves. Hogy hívják magát, mi a beceneve? Batman. Batman, értem Batman. Milyen munkára gondolt Batman? Hát, amit ad. Mindegy. Rendben, a hónap itt lesz a városba? Pontosan. Holnap 7 órakor kupolánál találkozunk. Rendben. Viszont. Viszlát. Jó volt ez a beszélgetés. Jó.
Nem azt mondta, nem azt mondta, ami a Twitteren a beceneve, pedig azt hittem, azt mondja. Batman. Nincs meg az új szám, de most ezzel. Ezzel nyomulunk akkor most már, mindegy. Na, mehetünk, srácok? De nincsenek. Ja jó, megvárjuk őket, és akkor húzunk. Paletói bank, jó? Egy agyas túszke, és akkor húzunk kifele paletóba. Milyen autóval akartok venni, mert tudok adni autótok el. Jó, az egyik mit, a Tundra szerintetek jó? Lassú amúgy, de cserébe a hegyen, le. Akkor ne vigyük a Tundrát szerintem. Tudok adni 6x6-ot. Jó. Jó, 4 autó kell biztos. Jó, akkor kérjük ki azokat az autókat, sorakozzunk fel. Irányt úszhozni, chat. Rég raboltunk, nem? De. Itt vagyunk a fegyvertárnak. Elrakom a Tundrát. Mások hozzád? Végeztünk. De milyen kocsival megyünk, de? Köszi Éva kúrják a csatorna szponzorai tagságot, dobj egy e-mailt, légy szíves, ehhez jár két darab dedikáló kártya. Leírásba ott az e-mail címem, köszönöm. Azt hozzá. Jó sofőröket kérek minden autóba. Főni, én jövök veletek, jó? Úgyhogy jöhetek. Jó, persze. Befejére. Ki vezet? Vezetsz? Erik. Erik, tudsz vezetni? Akkor milyen kez az Erik első? Gyere széna. Erre főfér egy túsz amúgy? Hát így már nem. Hát ha négyen beülünk, akkor... Akkor az necces. De úgyis négy kocsi van, megint szóval többé jó. Meg. Jó, jó. Az Alix nem tudom. Jéééék! Erik, te vezetsz! Tudsz vezetni? Igen, tudok. Látom. Én nem indult el az autó. Lehet elsőszobot meglátogatjuk, de... Jó. Figyeljetek, indulhatunk túlszozni? Meg vagyunk? Dénél a cuccok, akkor indulunk. Jó, túlszozás. Találunk túlsz, majd oda jönnek akkor. Fegyver vagy? Jaj! Van, micsoda nálam, hogy semmi. Én voltam. Én lőttem, nem azt mondom. Ja. Maszkot most nem húzzuk ez az időt, chat. Az szép. Azt ah, ki volt ez az állat? Ezt nem azt hiszem el! Lesz. Yeah. Hello! Mi történt? Te normális jaj. Vagy! Azt a mi történt itt? A szél megcsapta a kocsit, vagy mi történt? Szembe jöttél velünk, füstölünk is! Van olaj az autóba! Hát itt mentem a jobb oldali csávomba. Na, töltök bele olajat, szálljatok ki. Jó, van az én kocsimba olaj, most voltam terelőtén. De a miénkbe. Hát abban is tudok tölteni minden. Van bőve. Akkor töltsé bele, légy szíves. Töltök, hogy ne tölteni. Most voltam terelőni. Mondjuk én kocsimba szerintem semmi baj nem lesz. Aj, az egy jó autó akkor. Töltsük meg itt. De mi repültünk? Na, csak olajbaja volt, látjátok? Mindig az olajért. Na, Kálmán király vagy. Mi lesz most a terv? Megyünk túlszozni paletói bank, jó? Mehetek én is? Persze, jöhetsz, hogy ne jöhetné. Jó. Gyere fő rádióra. Hogyan kapok egy kártyát, ha tag vagyok? Éva, írj egy e-mailt, légy szíves a nazdani1996@gmail.com e-mail címre, jó? Kérlek. Menjünk fővulli felé szerint. Ott akarsz túlszozni? Hát nem, de közeléve. Nézd ott egy ember. Itt van. Álljál meg! Hello. Ez szerelő, szerelő. Szerelő, akkor mehetünk. Ja. Pedig már majdnem rántottam elő a fegyveremet. Olyan kell nekem? Nem hiszem. Éva, mondtam, írj egy e-mailt. nazdani1996@gmail.com-ra. Jó? Nem állt meg. Még lehet a nyereményjátékra jelentkezni, chat. A megosztóig 3-9-ig. A subgifre 9-10-ig. Ott az ki volt. Ez nem barát, szövetség. Ez szövetséges. Ott vagy, ott egy ladás, ott van!
Ott a lada. Ott a lada! Lehet, ők is túlszöznek. Hello? 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 Jaj, ja. Csak oké. Jelenben jövő. Április 11-én születtem. Ezt az urat ismerem? Honnan? Hát ez volt szereltetni a szerelőtelefonon. Jó, na akkor pattanjon be az autóba, azt menjünk. Jó, megvan a túszunk, rókáik hozzák. Menjünk. Ott egy rózsaszín. Menjünk Paletóba. Azt hagy... JAJ! Bebeküljél már itt! Menjél már! Valahogy vigyétek már őket innen el, köszi. Ezt hallotta, hogy rádoztam, ja, rádióztam. Jó, rázd le. Fölmegyünk majd a hegyre, ez nem jön utána. Kimegyünk a nyugat nélkül. De hát megint úgy jártunk, mint Butko. De óvatosan vezessék. Óvatosan, Erik. Nyugi. Kapsz ajándékot, megoldom. Ha megoldod. Igen? Igen. Úgyhogy old meg nekem most már, mert már felszólítottak minket. Jó, van, rázd le. Ja, értem, Krisz, király. Elmúlt felettünk az idő, nem? Nyomjad! Ott fel, így egyenes. Egyenes! Jézuska, akkor így! Ez szép, 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 szép. Nagyon jó vagy! Nagyon szép! Ennyi. Leráztuk a zsarút rókra, rendben vagytok? Mi? Itt a korcsön. Mondd még egyszer, Róka! A megosztás csak egyszer érvényes. Csert, a megosztás egyszer érvényes, jó? Jaj. De ott fog leválni. Mehetünk akkor? Paletóba? Igen. Jó, oké. Okay. Mehetünk. Mehetünk, srácok, Paletóba. Szép volt, Erik, majd kapsz valami ajándékot. Egy pár agyatnak még keresetek. Azt, Paletóba találunk. Bennem. Jó, szoktak mozogni. Nehogy ott legyen a zseka. Ott ment, tényleg. Huhú. Csak nem látod meg amúgy. Köszi, Gábor! És gratulálunk a vizsgához, Gábor! Beleírlak, Gábor. Majd a bal, ott a rendőr. Ah, ott a másik. Itt között. Követ is. Kösz, kösz. Követ? Hát, így. Meg a bangnál is. Mi van itt? Jééééé! Az igen. Nagyon sok rendőr jön utánunk, meg egy banknál vannak emberek. És azok a szövetségeseink amúgy. Tényleg? De az baj, merre vagyunk? Merre vagytok? A hármas bankra. De várjál, állítólag a szövetségesek bankoznak. Nagyon jó. De hallod, ha szólt neki Benni meg a D, hogy bankozunk, akkor ők mi bankoznak? Azt mondjuk komoly. Nem baj, menjél, csak kicsúsztunk. Menj fel a helyre. Cseh, ha jelezték, akkor a szövetséges... Itt jobbra föl tudsz menni. Menj fel jobbra. Lassan föl tudsz rájtani, szép, nehogy lőjenek. Még nem szabad lőjeni. Jó, egy kicsit elbújunk itt fönt, jó? De még nem kezdték el a szövetségesek, de elmenekültünk. A király. Úgyhogy mehetünk. Hát jó, itt vagyok. Jaj. Jó, megyünk, úton vagyunk. Kis kerülőve, de menjünk. Ezt nem értem, hogy a szövetségesek akkor miért rabolnak bankot, ha mondtuk nekik. Jó, nem baj, egy kis kerülőve kell menni, mert ezek rajtunk lesznek. Levisz megint az autópályára, aztán lehet, hogy leválnak. Hát visszamennek bankra szerintem, csak így akkor mi nem tudunk rabolni. De van izé... Hát de még nem kezdték el, nem? Még nem is zárták le a területet. De az az egész, hogy például a személyiségekhez a sodosok mennek, akkor nekünk jöhetnek az ORF-kások. Nem baj az. Jaj, nem baj az. Ja, mondjuk ez jó nekünk, mert ketté osztik a rendőrség. Így van, Laci. Visszaszívom, jó, hogy bankoznak. 72-en vagyunk ott a szerveren amúgy. Kicsit ugye beszéltük, hogy megcsappant a létszám, mert egy frakciót ki kell bannolni. Meg oka. Meg oka, van egy piros hiroki.
Igen. Hát el tudod rövid távon kapni, akkor kapja. Király, ez a rész is. Örülök, János, hogy tetszik. Kösz, hogy itt vagytok. Holnap is lesz stream, holnap reklámmentes lesz. Nem a kéketet. Jó lassú ez a kocsi. Nem baj, jó ez. Jó, szépen elmenekültél, szép volt. Mondjuk ez érdekes volt, hogy P1-et itt el, de mindegy. Ember, te először vagy itt, igaz? Ez is véletlen volt. Szia, VMP. Jó, mert aktív a rendőrség amúgy. Kap valami jutalmat, igen. Köszi, Feri! Jééé! Szennek agyatlanokat. Ja, az a jó. Akkor mi a hegyekbe menekünk. Ja, jó lesz. Jó, gyertek, és akkor kezdjük. Kell még agyatlan? Hát D azt mondta, hogy összesen 6 kéne, most van 3. Jó, akkor még 3. Jó, azok még egyet. Jó. Kell még autó a bankra? Egy autó. Tedd fel a kezedet! Kopasz, Brian! Ne, ne meneküljé! Értelem. Stage 2 vagyok. Szeretem nézni, mert sok humor van benne. Ja, nem vesz, néha komolyan veszik, de vannak benne vicces részek itt. Muszáj. Kutyuli rendőr lesz. Jó, gyertek be, kezdjük, jó? D, kezdheted. Jó. Hozunk egy párat. Jó, nem baj, addig elkezdi, D. Kell segítség valamilyen törésbe, akkor... Vagy pakolásba, segítek. Ja. Hárman eleget vagyunk pakolni. Jó. Hogy kell utasítást adni neki? Gondolj a harmadik szemeddel. Az oké, de az hogy? Ja, jó, mi vagyok. Van egy pár túsz. Én a bolidra jöttem, de vezetheti valaki. Csodi, te fogsz tárgyalni, jó? Tudod, hogy hogy kell? Gyere, segítek. Igen. Gyából. Jó, rendben. Figyelj, az a helyzet, hogy a rendőrök azok nem akarnak alkuszni, úgyhogy valahogy menni. Olyan kéréseket kellene csinálnod, ami el tudunk menekülni. A szabad út lesz a legfontosabb, utána rád bízom, hogy fogsz alkudni, jó? De jó, vigyázz be, ezek rendben. Rafkósak. Jó, rendben van. És merre kérjek szabad útat? Figyelj, azt, merre lenjen a menekülés, Róka? Van bőven túlcunk, úgyhogy mindent el kell szeretni, mert balra-balra, én azt mondom. Tehát bankból kifele balra, és utána rögtön a kis után, hogy balra. Addig meg teljes szabad utat. Jó, szóval ezek sokszor kellene a banknál sunyítani, és lerakják a szöges drótot. Ja, azért mondtam, hogy balra-balra. És akkor a publik fele tudunk elmenekülni, amikor valakit felolvam. Én nem megyek, lepisülöm ezt a kukát addig. Oké. Csett, WC! WC! Nyelvő!
Tears my heart does. Ez a Titanic még mindig. Megvan osztva a link. Köszi, köszi. Subgiftelők is jelentkezhetnék még. 2-4. Igen, várj, mert csak egyet adtam. Csak egy darab volt te. Elfelejtettem megszámolni, mennyit akarok adni. Jó van. Nyitva autók. Gyors műhely, nyitva van. Ez összes. Jó, ennyi az összes? Többieknél is van még. Tök mindig a csávó fő van téve a keze. Nem öljük meg. Mennyi pénz jön be? Nem tudom. Mennyi pénz jött be? Bankból ilyen 100 000 szokott jönni. Piszkosba? Hát jó, meg a doboz, meg a arany. Ja, király, király, király. Mind adjátok a Rókának. Kiviszi. Rókának adja. Jó, valakinek add oda. De vihetitek ti is. Hát én veled jövök, nálam van egy adag. Jó. Nem baj, ha szétoszlik. Nem, nincs akkor a kockázat. Maradjon nálad, amit te pakoltál. Jó. És én az aranyat hozzá. Hát akkor vagy a Rókának, vagy add ide. Ja. Vagy maradjon nálad. Ja, vagy maradjon nálad. Ja. Vagy nekem aztán mindegy. Majd otthon elosztjuk. Köszönjük. Vagy átadod, vagy, nekem, vagy nem adod át, nekem mindegy. Látok, adod. Nagyon jó, Dominik. Szombaton Győrbe leszek Playten, ha valaki tér nekem. Melyik autóval még? Én Erasku. Mit erekjálom? Jönnek a zsaruk. Kálmán, ne maradjon tél. Hallod Kálmán, nálad mi van? Nem, semmi, ma átadtam a rúgtam. Ja jó, mert akkor én is vittem volna. Akkor hatan vagyunk, nagyon jó. Öt okos? Nem, öt agyatlan, meg egy okos. Feltöltem még egy dolgot, amit ugye mindenki ott hagyott. Király, ügyes jó, vagy. Johnny, te gyere előre. Nem. Hát most nálam van meg a rókánál. Akkor add oda aztán. De végül is egy autóval megyünk, úgyhogy akkor igazából nem muszáj. Vagy odaadhatom. Nem mindegy. Nem tudom, nekem is tök mindegy. Maradhat nálam. Akkor vigyázz az Erasku, mondjuk. De te meg tudsz menekülni, úgyhogy biztos. Megoldom, ja. Erasku-val biztos. Még nincs kutyúli, meg ilyenkor 5 nap a frakicsám. Én megviszem a másik felét a... Ilyenkor nem mehet rögtön másik frakcióba az ember. És hóta, persze, régen itt voltál, sokszor. Még lehet jelentkezni nyereményjátékokra, chat? 21 000 piszkos, meg 56 darab gyémánt. És akkor nálad van még arany róka? Arany már nálam nincs. Akkor az rókánál lesz. Az rókánál van, mint. Kíváncsi leszek. Szia Kucli, 1000 éve! Minden oké, rablunk egy kicsit. Hát nincsenek nagyon sokan a zsaruk. Egyének a tuta is. Egyelőre egyen jött. Azért, mert a másik bankon vannak. Rendben, Noel, köszi. Akkor simán el tudunk menekülni, csak az erősítés lehet átjön amúgy. Csát, igazatok volt, megoszlik ja, így a rendvédelem, így akkor a szadosok... Meg fogják várni még bővel a másik banknak. Akkor így el tudunk menekülni. Nem húzhatják az időt. Ja, le. Csak nem húzzák az időt, hogy ott végezzenek gyorsan. Kíváncsi vagyok. Nem akarnak bejönni szerintetek? Nem fognak, fognak egy darabig. Húzzák az időt. Na most mozzárták le. Csak mozzárták le, chat. Csak az időt húzzák. Mennyit kell várnom, mennyi idő? Zóra milyen márka? Lutz Leon márka, nézzétek meg a trendhim.hu weboldalán, 51 000 forint, még a fólia is rajta van, ez vatta új karóra, férfi karóra. Jól vagyok, köszönöm. Igen, innentől kezdve addig várunk meg benne. Így néz ki. Szóval, ha holnap reggel akarnak bejönni, akkor holnap reggel itt lesz. Nem Rolex. Üldözéstől? Hát nem, mi a hegyen el tudunk menni. Nagyjából.
Legalábbis bízom benne. De majd kiderül, de addig nem jönnek szerintem. Jó Lákos, köszönöm, ameddig nem jön az erősítés. Lehet kérdés, persze. Tényleg elment Alex, sajnos a kolc, hiányozni fog persze. Te rendőrnek átmegy, szerintem jó közös RP-ket tudunk csinálni így, hogyha ő rendőr, nem? Gamer-egér, hogy néz ki, mutatom. Csak az zöld háttér lehet kibonja. Doni, leszel a fiam az RP-be? Bám, annyi családtagom van, hogy hihetetlen. Szia Gábor, megy kolc a rendőrségre. Aztán, ja. Kérdezzétek, tegnap PUBG-ztam, chat. Majd lesz belőle stream is valamikor. Tök jó volt régi emlékeket felidézni. Az a rendőrtelepjára az gyors, igen. Lali, nem fáj a lábad, mert egész nap a fejemben jártál. A lábnap miatt szokott fájni. Nem tudom, András Simon. Hát ezt nem hiszem, mert igyekezzenek már. Meddig húzzák az időt? Ameddig akarják. Hát ez fantasztikus. Meg fog érkezni az erősítés. Az fix, hogy addig nem jönnek be. De a PUBG-t azt vettem észre, hogy már nem botok vannak. Régen, de most megint sokan elkezdtek vele játszani, nem? Holnap reklámmentes lesz, igen. Cső, Feri! Jó van. Írni nekik egy SMS-t, hogyha igen. Nem jönnek be. Meghal egy túsz. Jó, oké. Írom is nekik. Írjátok. Ha nem jönnek... Írnek ők kb. Egy párcuk van, vagy valami ilyen. Boletói bankba. 20. 50-re, akkor meghal egy túsz. Jó, azt írtam, ha nem jönnek be rendőrök a Paletói bankba 20-50-re, akkor meghal egy túsz. Oké, most jön az erősítés. Már jönnek is. Ó, bakker, ide is értek. Jéééé! Lesz. Az gatya. Ülök, ha megint pites. Nem baj, kiírja a telefonszámot. Semmi problematika. Ajja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 jj
hívnom. Széna, aki munkát keres, létszős, menjsd el a számát. Holnap 7 órakor amúgy találkozunk egy csávóval. Valami Batmannek hívják. De ezt a Frankit is jó, írd föl, légy szíves. És hogyha fölhívod, akkor holnap 7 órára legyen a kupolánál. Mennyivel nyomok fekve? Hát, nem tudom. Most azt mondta, az a 60-ba belenyomok 4x12-t, azt mondja a 80-ba is 8, azt mondja a 100-ba egyet talán bele tudnék nyomni, nem néztük még meg. Itt a Feri, majd nyomunk egyet. Twitterre írtad? Mi? Te, mi? De, nem Twitterre, SMS-be. Ja. Persze. Csak látják. De látják az SMS-t? Hát látni látják, csak... Jó, van még 2 percük. Szia, Máté! Gondolom megnézték és elolvasták. Nem úgy néz ki, mint akik be akarnak jönni. Csak az a baj, ha megölünk egy túszt, akkor bejöhetnek. Dehogy jönnek be. Van még 5. Majd ha kérdezik, miért lőttük le a túszt, azért mert szórakoznak az időnke. Nem vagyunk mi időmilliómosok, nem? Most mennek lerakni a szegeseket, biztos. Ajjajjajjaj, ez így nem lesz jó. Jó, rendben, majd fölhívod. Jól vagyok, köszönöm. 4-en ma Evolution. Jó, valaki válaszoljon nekik. Twitteren. Írom. Köszönöm. Akkor így megúszták. Milyen köpő légy szemüveg? Várjatok már! Hát a szemüveget le kéne venni. Na, így még jobb. Mocsira menjetek? Az nem a mi apán éve édeség? Lopott idő, az egy jó film, nem?
Hát ezt szám viszem el. Új üzenet WhatsAppon. URFK fel. Mehet a TUSZ tárgyaló? Írhatod Iru. Neki. Iru. Ellenség 2. Hányan vagytok a csapatban? Nem tudom, hányan vagyunk a csapatban. Jöjjenek már, hát Jézuska, ránk most itt, vagy na, na lemegy a nap. Mi van a túszta, szegény nyulatkozik, mi? Jó napot, te haragudj, hogy egyit kell várni, csak ezek a zsaruk nem bírnak magukkal. Szép jó napot, hát ez már csak ilyen. Ilyen lassúak, hát tiszta ideg vagyok már. Kéne nekik valami gyorsító, de tényleg. Hája. Ki ez a csávó, fő kéne venni. Itt a majtóstól fog berontani. Tiszteletem. Szép napot. Szép napot. Bemutatkoznék, Tomás Pitt vagyok, jelvény számom 12-34, rendfokozatom őrmester az ORFK-tól. Pillanat, át kell menni a rádió. Bocsánat, csak közben rabolják a másik napot is, és így kicsit nehéz. Sok a munka, sok a munka. Hát, elég sok, így van. Nos, uraim. És hölgyem. Pozitív, hallom rendesen. Nos, én leszek a túsztárgyaló, szeretném megnézni a kurszok állapotát, és hogy hát mennyi van. Rendben, fáradjon hátra, jöjjön. Itt vannak ezek a kis cukik. Itt vannak, és itt van ez a jó ember, Ladás jó épp ember. Jó van, minden rendben? Igen, 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 semmi probléma. Jó, jó. Akkor kettő, francia amúgy, francia. Francia? Igen, nézze meg a bajszát, francia. Gyereg! Nem is látom a bajszát. Na mindegy, akkor 2, 4, 6, 7 darab túsz van. Így van. Ezt berádiózom, jó? Rendben van. Johnny vezeti, nem? Ja, csak Johnny nem tudta ezt a dolga túszokat meg kell mutatni. Keresi az akcióparancsokat. És darab túsz van a balban. Rég voltunk rabóni, de... Köszi Zoli, felírlak. Még lehet jelentkezni az órára. 7. Lenne, akkor elkezdem a tárgyalást. Figyelj csak, amiben szeretném. Rendben, velem fog tárgyalni. Rendben, vettem. Pillanat. András Simon, lassan fel kell, hogy vegyelek moderátornak már, itt olyan jó nyomod. Nos, akkor már hallgatom a követeléseket. Na végre! Na, az lenne a követelésünk, hogy balra, innen a bankból kinézve, balra-balra szeretnénk teljes szabad utat. Hány darab túszért? Jó nyomja, Johnny. 2 darab agyatlan túszért. Itt a túlstárgyaló keresi az akcióparancsnokot. Hát ha lesz felvétel, meghallgatunk. Elkövetünk teljes szabad utat, a bankból kinézve balra és egyből balra menjünk. Tűzni, hogy átadom. Azt mondta az akcióparancsnak, hogy 3 darab túszert tudjuk ezt teljesíteni. 2 tudunk adni, 2 darab túszert. Jó, rádiózat. Az elkövetők maradnak 2 darab túsznál. Akkor mondja azt, hogy az egyik lejjed az agyas. 14 vettem. Belementek. Rendben van. Belementek. Akkor, jó, hozzatok 2 túszt, ja. De, ha itt átálltak akkor a jobb oldalra, akkor engedjük a 2 túszt. Na, ez meglepő. Leuram, abba beletartozik a szöges drót is, érti? Tisztában vagyok vele, a teljes szabadunkban benne van. Oké, csak... Nem enged még el. Nem baj, teljesítjük úgy is. Látom már karom barjuk, hogy vagyok. Nem lesz. 7 túsz van, 7. Hát jó, egy kiment, a másikat meg teljesítik. Egyik kiment. Másikat meg teljesítik akkor. Egy ment még itt van benne, igaz? Így van. Jó.
másik is kiment. Kiment a másik is. Az úgy, hogy ahogy most állunk, vagy szólják nekik, hogy álljanak át úgy. Szerintem teljesen rendben van, úgyis balra-balra megyünk. Ja. Jó, rendben. Jó lesz így. Folytatom. És hallgatom a maradék 5 dolog túlszira. Jó. Már is mondom. Amint fönt vannak szedve a szögesek, 2 darab túlszért, agyatlan túlszért szeretnénk kérni 2 másodperc előnyt. Hú! Itt a túlsztárgyaló keresi az akcióparancsokat. 2 darab túlszért szeretnének az elkövetők Siréna szó után 2 darab másodperc előnyt. Köszi Erik László, kedves vagy. Ismételje meg. Köszönöm. Rendben. Fogadták el. Nem fogadták el? Nem. Ja, megosztós játékban már nem lehet jelentkezni, jó? Ajaj. Már csak a subgift elősbe. Na most mi lesz oda? Hát... Köszönöm, piszkultok. 2 másodperc előny az mindenféleképpen szükséges, úgyhogy 2 másodperc előny 2 túlszért. Ezt akkor is rádiózza be, legyen kedves, hogy már pedig ezt kérjük. Akkor az egyik túlsz az agyas lesz. Jó, igen, akkor még annyi, hogy egyik túlsz az agyas. Nem teszünk különbséget a túlszok között, de berádiózom. Rendben. Itt a túlsztárgyaló keresi az akcióparancsokat. Hát ez úgy nem, ne, jó, nem tesznek különbséget, ez jó, de maradnak hát akkor csak a... a 2 darab túlsznál. De mondja, hogy az egyik agyas azért, említsük meg. Most mondta, hogy nem tesznek különbséget. Vágom, de hát ha az akcióparancsnoknak megesik a szíve. Tudom, ezt mondtam én is. Jó, figyelj, az előbb belementek, adjunk 3-at akkor. Na, azt üzenik, hogy a... felüldözés megadják, illetve a szirénára való indulást is. Tehát jó, jó. Is. De akkor 2 darab túlszért, a P1 vagy mi az, az forduljon meg jobban. Elég jó most, na, nem tudom, hogy mi mennek mindenbe bele, de... 2 másodperc az állettörölben, helyett a felüldözés és szirénára való elindulás. Jó. Igaz? Jó, rendben, igen, akkor ez... Akkor jöhet a 2 túsz, küldjétek ki őket. Nos, akkor 2 darab. Hallod? De a menjen nyugodtan az agyas, jó? Menjen okay. Az agyas. Hát, hogyha van Marita. Itt vagy? Na gyere, mehet. Gyere. Menjen. Állj meg egy pillanatra. Bocsánat. Gyere vissza, légy szíves. Tessék. Nem ez a francia? De mindjárt megy. Ja. Nem tudom, Róka mit csinál. Felüldözés az nem alap. Mehetek? Hát túsz kell. Köszönöm. Túsz kell hozzá. Most hallgatom a követelést. Jó, akkor még látom. Van még 3 darab túszunk, akkor 2 darab túszért cserébe szeretnénk kérni, hogy az a sportautó az forduljon meg 90 fokkal, tehát így jobbra nézzen, a bankból kinézve. Magyarul, neki balra, neki balra. Neki ja. Balra, igen, nekünk jobbra. 2 darab túlszér, igaz? Igen. Itt a túlsztárgyaló keresi az akcióparancsokat. Utána megyünk. Az elkövető. Ne féljenek, nem sokára kiszabadulnak. Mi van, kopasz osztag? Te is mész lassan. Szerintetek elmenekülünk? Nem teljesíthető. 2 túlszért. Adunk 3-at, akkor az utolsót is odaadjuk. Jó, akkor igen. Jó, akkor 3 túlszért. Akkor ezt legyen kedves rádiózó be. Ott már zajlik az öldözés. 3 darab túlszér esetleg. Az utcsó 3 túlsz. De pillanat. Na, jól nyomják a zsaruk. Nem? Köszönöm moderátok segítségét. Itt akkor, hogyha jól értelmeztem, nem fog arra felé állni, hanem orré áll. Ah. Jó. Ja. További.
Azt mondták, hogy nem fognak az óceán felé fordulni, viszont arrébb fognak menni a kicsivel. Mennyire kicsivel? Menjenek oda, nem, mert nem tudják. Holnap boxolni megyek, pénteken van lábnak. Hát jó, arrébb ment Jézuska! Hát ez egy állat, arrébb már 5 métert. Na tehát... Sajnál pont sötétedik össze. Jééééé. Amúgy nekik ez csak előny. Mert nem fognak egymásba menni. Jó van, úgyis az rendőrök elfogadták az eddig minden összes követelést, akkor menjünk bele. Jó, rendben, akkor. Jó, az utolsó 3 darab túlszer, igaz? Így van. Így van. És akkor utána szirénánra indulhatunk. Jó. Nos, belementek. Hát jó, jó ez, látjátok, engedtek ők is, mi is, ez szerintem egy korrekt tárgyalás. Küldhetem? Mehet, mehet. Igen, igen, igen. Annyi, hogy akkor velem fognak eltávozni a bankból, szirénára fogunk indulni. Annyit kérek, hogy egy kicsit később fog szólni a sziréna, ugyanis én vezetem az egyik gépjárművet, és rendben, tiszta sor. Jó, rádiózom, hogy készen van nekem. Jó. Készen állunk? Szoktam, néha piskóta. Készen. Nem állnak készen még. És mi mentre P1-en a nagyobb pitelgessenek már? Hát szerintem ez alap. Ez alap, P1-en nem pitelnek. Ja, botond, jaj, ja, de persze, belementek mindenbe, tényleg. Rég volt egy ilyen rugalmas tárgyalásom úgy. Örülök neki. Megkérdettem az ugrat, hogy kicsit kiállna az arcomba. Köszönöm. Kicsit veszélyes ez a ninja aztán azért. Na látom, mert itt a moszkján át is érzem a szájszagát. Persze, ah, hát nem szokott fogadposti. Hát ezt éreztem. Milyen szájszag? Jaj. Jaj, pocs. Jaj. Na, szép. Rendben, akkor öttől fogok számolni. Készen állnak, vagy ott még velekednek hátul? Mi mindig készen állunk. Köszi piskóta. Számolok, jó? Jó. Most elkezdtek számolni. Csak meneküljünk. 5, 4, 3, 2, 1, indulok. Jó, én nem tisztel számolt vissza. Hát amúgy. Te vezet? Ki vezet? Ez esik én. Közöttel, persze. Na majd szirénára mehetünk majd. Kettő, három autó. Na, de ez így jó! Jó az elosztás. Tudod, merre megyünk? Mert én nem. Van egy ötletem. Ott előtte. Mindenkinek sok sikert. A favágó telepelé. Jó, király. A szögeseket kerülött ki. Lehet eszegi kerülni. Lehetünk. Jó van, nem tettek le szöges. Fakti. Jó, az utánunk fog jönni a hegyre majd. Ketten is így. Ketten jönnek utánunk. Jó, a többiek elmenekülnek, nagyon jó. Nézem a visszapillantót, ketten jönnek utánunk, nem baj, megoldod. 20 méter kb. Jó. Ha összed a 450 like, akkor dobok 5 szabit! Nyomjátok a like-ot, köszi Tamás a deal! 10 méter. Nyomassad! Vigyázz az őzre! Bizonyos kövekre! Én max pörköltet csinálunk belőle. Jó, nyugi, 20 méter. Szerintem le kell gyújni, úgy is fogjuk. 20 méter szintén az... Nagyon szép, nagyon szép! 50 méter. Áááá! Nyugi, bírja ez az autó. Nagyon jó menekülés. Köszi Tamás, kedves vagy. Jó vezetnek ők is. Minket még követnek a hegyen. Kettem. Nagyon szép, nyomassad. Nyomjátok a like-ot, chat! 30 méterre van szóval. Óvatosan. Óvatosan. Ebből lehet hátra lőni, ugye? Meg belőhető. Erről látom. Jó.
és veszünk fegyőre, mert jó, már második felszólításunk van. Ja. Nyugi, 50 méter kb. Szóval. Nagyon jól nyomjátok. Háromnál pitelnek, jaj, és utána tűz parancs. Jó ez az üldözés! Rég volt ilyen jó üldözés. Mindig ötlen. Már csak 24 like chat, nyomjátok! Most már 100. Már csak egy rendőrös követ minket. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. 100 méter. Áj, bakker! Jajaj. Nem baj, szép. Visszahoztam. Nem baj, hozol. Más volt. Hát elúszidom, nem tudom. És csak itt ránk lőnének szerintem, azt kinyírnának. Jó, sem az a kacsa, mint ez. Többiek merre vannak, sikerült meg? Nem, még üldöznek minket, itt vagyunk a Sandy Pelletti kis farmon. Cuccokat helyezzétek biztonságba, utána kérünk egy kis segítséget, ha nem tudjuk lerázni. Gyurnal megmenekülünk. Rendben. Jó, mennyi. Nagyon jó nyomod. Már csak 15 like chat. Jó, jó, nagyon jó. Földön ment a vászló. Nagyon jó. 100 méter minimum. Szép a rádiózás és a kommunikáció, ez szerintem is amúgy. Ez most nagyon királyrablás. Meg jó az üldözés is. Messze volt. Látó távolságban vagyunk nagyon. Már csak 9 like. Tamás, felírlak már, ez lesz a 8-at beszettem elérni. Ötven méter folyamatosan. Ó, ajjaj, szép. Mit mondasz? Mi hány méter? Hát, hogy... Megvan, köszi. Kérdezték Máté. Ja, miért mondod a métereket? Már nem tudom, miért mondod. Hogy milyen messze van a rendőr autó. Ja, azért, nagyon szép a kommunikáció, ezért kérdeztem. Nagyon, nagyon jó chat amúgy. Nagyon jól nyomják ezek a srácok. Azért jó, hogy egy kicsit most a csapattal RP-zünk. Csak rázzuk le. Menjünk ki keleti autópálya felé. Nagyon jók vagytok. Nagyon szép! Igen, Tamás mindjárt osztja. Tökénik kaszinom felé. Meg kell dicsérni a csapatot, mert nagyon jó. Meg ez az üldözés is jó a zsarukkal, jó tartja. Bár csak egy zsaru üldöz minket, a másik lemaradt. Meg tudom, igen. Király, nagyon jók vagytok. Húha. Nagyon jó. Ki vezet? Erik, te? Erik, igen. Hát nagyon jó nyomod. De utánunk tudnak azért jönni. Ja, rendben, rendben, rendben lerak. Azt én már lemaradt. Jó, figyelj, azt kellene, hogy lerázzuk, beugrunk egy kiszállunk, és utána gyalog menekülünk tovább, csak le kéne rakni valahol az autó. Valami nagyon fura negyedbe be kéne menni. Már leráztuk, mehetünk haza. Szép! Szép. Nagyon jó! Elvileg megvagyunk. Megvagyunk, mehetünk, jön még, de mennyi. Rendben vagyunk. De szép! Húúú! Bobra. Annak atya. De jó! Megvagyunk elvileg. Megyünk haza. Nagyon jó! Igen, halló? Meg, megyünk haza, szépen lerázta. Mert már jöttem volna, de tökje, úgyhogy... Persze.
Jó, ez szép volt. Megvan mindenki? Róka, ti is? Elvileg, igen. Mi vagyunk fel? Hát igazából mi el sem indultunk, a banktól már meg voltunk. Tehát... Nagyon szép, nagyon szép. Nem volt részünk menekülésbe. Jó, húzzunk be. Széna hol van? Elvittek a manók. Ja, jó. Meg Mátét is, bassz. Ja. Vagy nem. Nagyon szép, megvan a cucc. Ja. Még Tamásnak megvárjuk a szubjait, és akkor sok... Aztán már meg voltunk, úgyhogy... Rajtunk kettő volt, de menekültünk. Jó tartották magukat a zsaruk, de utána lemaradtak már. Na csak nem válaszoltok, hát mondom, elkapsztánk. Figyelj, még az autót az hozd be, jó? Nehogy itt kint lássák, és... Jaj, jaj, jaj. Kafavágónál. Ez még volt, amúgy lehet rá. Jó, ez jó, ez szép volt. Jó, figyeljetek, én megyek aludni, mindenki megvan dicsérve, berádiózom. Figyeljetek, mindenki meg van dicsérve, nagyon ügyes volt mindenki, köszönöm az akciót, holnap találkozunk. Okay, jó, pihenés. Jó volt a sofőr, tényleg. Jó volt a sofőr, tényleg. Tényleg. Chat, sorsoljuk először az egeret, jó? És a subgifteket, még megvárjuk Tamást, mert azt mondta, küld még ötöt. De... Igen, Laci, igen. Meg a rendőrök is jók voltak. Korrekt volt a tárgyalás, minden. Szuper volt. Na, írom a neveket. Vagyis ki kell másolni. Jó. Megosztók közül. Megosztós nyereményjátékra. Köszi Tamás, még beküldte. Jó. A megosztós nyeremény nyerte Gamer Egér, illetve a Landimension felajánlásával egy póló, amire egy játékot lehet rátetetni. Úgyhogy ők jelentkeztek a megosztós játékba. Ugye aki többször megosztotta, az a megosztós játékba nem ér. Ez nagyon fontos, hogy csak egyszer került be a neve. Hiába osztotta be, meg többször. Jó, és Vácon találkozunk május 25-én. Holnap majd linkelem nektek, lehet a Cségú versenyre. 8000 forint a nevezési díj per fő, és ötös csapatokat várnak, ugye Vácra. Semmi baj, Tamás, köszönöm. Úgyhogy negyedig lehet még jelentkezni az órás nyereményjátékra, jó? Ez pedig akkor pörögjön. Pörögjön a megosztós nyereményjáték. Vegye fel velem e-mailbe a kapcsolatot, jó? Na és, Lajos? Vagy Imre? Imre! Zsákai Imre! Itt vagy, Imre? Martin, köszi, ez a negyediked. Imre, itt vagy? Király volt, Erik, ügyes voltál, nagyon köszi. Na, szóval... Imre, itt vagy? Ugye Facebook nevet ír, nem a YouTube nevet, úgyhogy fontos. Imre, akkor vedd fel velem a kapcsolatot, gratulálunk, egy gamer egér, illetve egy póló. Úgyhogy gratulálunk neked. Nem tudom, hogy megyek-e a két okossal, mert mondtam nekik, hogy csak vasárnap érek rá a két okosnak. Mondtam, hogy vasárnap tudnék menni, nem írt vissza a KDS arra, mert szombaton Playit-re megyek Győrbe. Jó, köszönjük. Zsáka Imre, vedd fel velem a kapcsolatot. Milyen egér? Egy ilyen gamer egér. Egér. Nekem ezt küldte a cég. Máté. Ennyit küldtek, kimásoltam, úgyhogy gratulálunk. Akkor jöhet a következő. Nem voltam rajta. Pedig ezt nekem ezt a cég küldte, ők ezt küldték nekem. Többen nem voltatok benne, ezt írják. Akkor várjatok. Várjatok, mert akkor megkérdezem. Többen írják, hogy... Nem voltak benne. Jó, pillanat, megkérdezem. Jó? Mert ezt küldték nekem. Ennyi nevet kaptam csak. Jó, mindjárt nézzük chat, mindjárt nézzük. Nem értem. Mert valaki nagyon sokszor megosztotta.
Igen, azért, mert azt hisz, egyes bejegyzések az adatvédelmi beállításaik miatt esetleg nem látszanak itt. Hogy valami beállítás miatt nem látszik ugye a megosztásotok. Igen, 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 igen. Itt küldik, ezt írja a Facebook. Egyes bejegyzések az adatvédelmi beállításaik miatt esetleg nem látszanak itt. Engedélyezni kell. Igen, 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 igen. Ezt nem tudtam, hogy ez be van állítva pár embernek. Azért nem voltatok rajta chat, mert el van rejtve a megosztás. Mert rosszul osztottátok meg, vagy valami beállítás máshogy van nálatok, igen. Nem nyilvános a megosztás. Jó, mindegy, annyit tudok mondani, hogy akkor be kell állítani, hogy most Imre nyert, de akkor legközelebb is lesz ilyen, csinálunk még egy ilyet, de akkor állítsátok be. Nyilvánosnak kell lennie, így van. Mert erről mi nem tehetünk, ezt nektek kellett volna látni, hogy jó-e a megosztásotok, bár én se tudtam, hogy ez ilyen. Nyilvánosan kellett meg volna megosztani, srácok, lányok. Na, de viszont most Imre nyert ezzel kapcsolatban. De most megvárom, hogy mit írnak. Addig kezdem kitölteni a másik nyereményjátékokat, a karórát. Oké. Okay. És akkor már oda se küldjetek. Jó, mondták, felajánlta a cég, akkor lesz még egy ilyen. Jó, csak állítsátok be. És akkor lesz még egy egér sorsolás, jó? Akkor a céggel így egyeztettünk, köszönjük szépen. Jó, chat? Csak akkor állítsátok be, hogy nyilvános legyen meg, hogy kijelezze azt, hogy ezt tudjátok otthon tesztelni, hogy ezt kijelzi-e. Jó, ez fontos, hogy ezt állítsátok be, ezt én sem tudtam, mert nekem is mindig. Nem tudom, hogy mikor, szerintem jövő héten. Jó? Jó, most már, hogy hiába állítottátok át most, mert most már ugye kisorsoltuk, de majd jövő héten akkor, jó? Erre figyeljetek. Köszi. Ja, de közben itten az a karórát akkor. Kraus János, kétszer. Én nem is túl gondoltam, hogy mert nekem úgy van beállítva, hogy nyilvános mindig, meg minden, de persze másnál nem biztos, hogy ilyen van. Horváth Martin, négyszer. Az új tulajdonosa az órának használja egészséggel. Ludnicai Robert. Jaj, bocsánat, Robi. Ludnicai Robert. Tamás, 8-szor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagy István. Nyári Zoltán, Nyári Zoltán, Levente, köszi Erik, még beleírlak gyorsan, így a végére, Erik, Levente, Risztov, bocsánat, ja, még Benkő, jó, köszönöm, ki tudtam olvasni, igen, még beleírtalak Erik. Radácsi Győző, Temesvári Anna, Major István, Vivien Gergely, Stimmer? Bocsát, vagy Vivien, ne haragudj be, olyan csúnyán írok, hogyha 1, 2, 3, 4, 5, Török Patrik, olyan csúnyán tudok írni. Jó. Orsós Mihály. Nasz Gábor. Gondolom, hogyha nagybátyám nyer, ő úgyis azt mondja, hogy sorsoljuk újra. És Vas Zoltán. Így azt hiszem megvan mindenki. Jó, köszönöm szépen. És akkor mindjárt sorsolunk, jó? Remélem élveztétek a mai streamet. Szerintem király volt, így a csapattal erpézni, meg a menekülés is jó volt. Királyok!
Bocsánat, nagyon jó, hogy mondod. Királyokat hagytam ki, látjátok ezért? Királyok egyszer, nagyon jó. Jó, királyok, köszi. Igen, itt vagy, felírtalak, csak valamiért. Pedig te voltál a második subgiftelő, beírtalak. Jó, de még szerintem résztvevők. Nem ez? Kecskeméti Gergő, téged se? Én vak vagyok amúgy? Igen, Kecskeméti Gergő. Ja, azért még leellenőrzöm még egyszer. Van. Számoljam meg. 47, igen, meg vagyunk, mert új tagokat kiírja. De itt nekem kijelzi, azt hiszem, hogy... Igen, rajongói támogatás. Jó, itt van. Ú, de jó, nekem kijelzi itt külön. Jó, Janit beleírtam, királyokat, igen, Stokit, igen, Martint, igen, Martint ismét, Jánost ismét, Stokit ismét, Robit ismét, Tamást, igen, István, Nagyot is, igen, igen, Nyári Zoltánt is, igen, kétszer, Levent, Risztó, Benkő, Győződ, Gergő, Kecskeméti, igen, Tamás, igen, Vivien, igen, Patrik, igen, Misi, igen, Martin, Tamás, Nasz Gábor, Basz, Zoltán, Tamás, és Martin, jó, megvan mindenki szerintem. Ha én nyerném, Viktóriának ajánlom, mert szerintem a párjának szeretné, ha nem, akkor tévedtem. Viktóriának? Hol van Viktória? A modik is látják külön a támogatást? Na, hát ez tök jó. Jó, mindenki látja magát, ugye? Mindenkit beleírtam. Ahányszor kellene. Jó, be is, vissza is teszem a csomagolásába. Moderátorok is ellenőrizzék azért, de szerintem mindenki megvan. Így fog menni. Gyönyörű szép óra. Anna volt és Vivien. Gábor, Anna volt és Vivien. Vivire gondoltál? Vivien volt és Anna. Igen, Vivien küldött 5-öt, Anna 1-et. Jó, akkor Vivient mondott, Gábor. Jó. Jó, hát akkor menjen. Menjen. Nézzük, hogy aki 1-et osztott vagy többet. És a Tamás átvett, Török Patrik! Patrik, dobj egy e-mailt! Gratulálunk a nyereményhez! Gratulálunk, köszi szépen! Akkor lesz majd megosztós nyereményjáték még, jó? Itt vagy, Patrik? Dobj egy e-mailt, címed, telefonszámod kell. Köszi Sanyi a 80 napot! Nem tudom, hogy Patrik itt van-e. De emlékszem, egyszer valaki osztott 60-at, és az nyerte meg, aki 1-et osztott, hogy ilyen is volt, úgyhogy. Na, Patrik, gazdagodtál egy nagyon elegáns férfi karórába, 5000 forintból nyertél 51000 forintos órát. Majdnem, Tamás, majdnem. Gratulálunk, úgyhogy lesz még ilyen. Köszönöm szépen, ez ugye jó a nézőknek is, mert subgiftet nyerhetnek, nekem támogatás, aki pedig nyer, lehet. Jó, Patrik, dobj egy e-mailt, jó? A tagoknak rögtön elérhető lesz a stream, aki nem tag, neki holnap, és akkor holnap találkozunk este. Köszönöm még egyszer. Mindenkinek jó pihenést, az új videót nézzétek meg, ha szeretnétek, és köszönöm moderátorok segítségét, mindenkinek jó pihenést, kitartást a munkához, sulihoz. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok.